Szeretettel üdvözlök mindenkit a Legend of Zelda Link's Awakening 5. részében. Pontosan onnan megyünk, ahol legutóbb abba hagytuk, hiszen a Switch-en, ugye, hogyha nem zárod be a játékot, akkor megőrzi, hogy hol tartottál. Tehát, hogyha megnyomom most ezt az A gombot, akkor... Ja, tényleg itt vagyunk. Annyira komoly, hogy egyből onnan folytatjuk, ahol jártunk legutóbb. Annyira meglepő számomra, hogy ezeket a dolgokat így lehet csinálgatni. Tudjátok, hogy mi lesz itt a gáz? Bent vagyunk most egy instában, ahol a következő hangszert tudjuk megszerezni. De nincs nálunk, ajajaj, nincs nálunk semmilyen kulcs, amivel ezt kinyithatnám, és anélkül ezt a puzzle-t itt nem fogjuk tudni megoldani. El kell mennem vissza, és valahogy át kellene mennem oda, de hogy ennek mi lesz ennek a megoldása, nem tudom, hogy ti tudjátok-e, én semmiképpen nem vágom. Tudja valaki, hogy itt mit kell csinálni? Most nyugodtan lehet segíteni egy picit, mert ez a puzzle szerintem egészen aljas lesz a végére. Milyen napod volt, Zsóci? Hogy vagy? Meséljen mindenki, akinek kedve van. Mindenre is kíváncsi vagyok, remélem, hogy jól vagytok. Ajajaj. Jó sok szívecskét elvesznek ezek tőlünk. Hát tehát itt jöttünk erre tovább. Áó, te hülye, hát nem megüt. Nézd meg, megütnek kétszer. Ez azt jelzi, hogy itt kulcs van? Hát nem visszaugrik! De hát nem lehet bírni vele! Folyamatosan visszaugrik ránk ez a kis piros förmedvény. Itt lesz a kulcs valahol. Aha, ott fent már látom is. Na jó, de ahhoz, hogy oda bemehessünk, ott mit kell majd csinálni? Shrek kolbász, ez ijesztő? Meglehetősen ijesztő. Jó napom van, szerintem hallottam Melóval, a fodrászkodás is jól sikerült, minden jó. Te hogy vagy ma? Hát köszönöm szépen, olyan híreket kaptam, amiknek nem nagyon tudok örülni, de szerintem egyikünk se örülne neki, úgyhogy inkább nem is akarok beszélni róla, reménykedem benne, hogy minden rendben lesz. Volt már jobb napom, de nem panaszkodom. Amikor itt elmentünk erre, és itt át... Ó, az elsőt. Milyen kis szemfüles volt. Amikor itt elmentünk erre, itt kiszedtem a ládából annak tartalmát. És akkor erre már nem lehetett kiszedni semmi mást. Tehát, hogyha megdobod ezt, akkor semmi nem történik. Semmi nem történik. Egy szívecskét azért magamhoz veszek. Ja, itt az volt, igen, hogy össze lehetett szedni a három szívecskét, és utána elhúzni innen. Ez viszont nagy baj, mert nem tudjuk, hogy hogyan... Nem lehet megütni, látod? Hogyan menjünk tovább? Hol találunk olyan kulcsot? Húha! Szevasz Sephiroth 002-es! Hogy vagy, mi a helyzet? Ha valaki szeretne giveaway-en nyerni nálunk ma, vagy holnap pontosabban, egy XCOM Complete Packet, ami a legrégebbi XCOM játékok közül 5 darabot is tartalmaz, és magában foglal, akkor what the fuck a módján, ahogy ő is belépett, léphetek be ebbe a giveaway-be. Nézd, itt van eldugva egy árat jobbra. Aha, de én itt már jártam. Azt nézzük meg, hogy a térképe ennek a helynek milyen. Úgy látom, hogy itt volna fent egy kulcs, de ide még nem tudok eljönni. És ide sem nagyon, ugye? Nem, ez itt mindenhonnan le van zárva. Fú, ez nagyon komoly. Tehát itt kellene átmennem le egy lépcsőn, hogy itt kijöve, kinyitva ezt, hozzájutassak ehhez a kulcshoz. Itt lesz bent a Nightmare, a rémálom boss maga. Jaj, nézd, itt van egy út lefelé. Aha, az lesz a megoldás. Várjál, hol vagyok? Oké, visszamegyünk, és... Jó, mehet. Térkép alján a láda, jól kiszúrtad, igen. Bizony, a térkép alján a láda lesz az. Hú, ezek agresszívan jönnek felénk. Azért csak megsebzett egy picit. Jó, menjünk ide be. Szélyeg nem lehet megbántani? Nem. Akkor menjünk. Áú! Annyira tudtam, hogy meg fog bántani. Itt van egy ajtó. De itt nem mehetsz át. Ha ott nem mehetek át, akkor mit tudok csinálni? Várj, nem lehet őket elintézni így? Nem, ha neki szaladsz, akkor sem lehet őket megbántani. Lehet, hogy bombáznom kell. Igen, látod, bezáródott az ajtó. Nem jó? A bomba sem intézi. Na, ilyet még nem láttál.
A bomba sem fog rajtuk. Mit tehetnék? Átléptem tegnap este alvás közben 400k csatornapontot. Azt hogy csináltad, hogy átléptem tegnap este 400k csatornapontot? Átlépni? Szia Mr. Urukáj, szia Kucsi Hasina, szia mindenkinek! Vége a melónak? Na hál' Istennek! Örülök neki, hogy akkor azzal már nincs problémád. Maradjon is így, maradjon is vége. Nem mehetünk be, mert azt a kettőt nem tudom elintézni. Ez óriási nagy baj. Ez itt pedig az Insta bejárata. Ki kell jönnöm, bocsánat, ki kell mennem az Instából, mert nem tudjuk megoldani. Azt a nem jóját. Én nagyon szépen köszönöm Zsószinak, amiért ajándékozott egy subgiftet Kucsi Hasina számára. Köszönöm Kucsi Hasina nevében is a támogatást, nagyon-nagyon rendes vagy. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked. Köszi szépen, de kedves tőled. Nagyon-nagyon hálás vagyok érte, köszönöm. El kell, hogy jöjjünk ide, mert HP-t kell gyűjtenem valamiből. Nagyon cudarul állunk a szívecskék számát illetően. Abban az Instában még nem jöttünk rá, hogy mit kellene csinálni, hogyan, ott is van egy, hogyan tudnánk megtalálni a továbbjutást jelentő kulcsokat. Legalább egyre szükségem van, de tök elképzelhető, hogy még egy sem lesz elég, lehet, hogy kettő kellene, vagy még több. Persze nekünk az első kezdő kulcs is már továbbjutást eredményezhet, hogy aztán az ottani problémákkal újra megküzdhessünk. Egyőre viszont még nincsenek ilyen gondjaink. Más jellegű problémáink vannak jelenleg. Ott maradt egy ilyen kis vigyó, ott a szívecske a fűben. Jó, felhápéztem magam, menjünk vissza. Várj, nem, a visszamenetel az innen volt, ugye? Szevasz csapszeg. Hűvös 400k átlépem, megyek az 500k felé. Ja, hogy úgy, hogy átlépem, értem. Az nagyon... Wow, neki mentem egy fának és adott egy csomó coint, láttad? Gratulálok a 400k átlépéséhez, így már mindenképpen értem, köszönöm szépen, hogy tisztába tetted, mert nem vágtam hirtelen, miről van szó, de nagyon örülök neki, és gratulálok hozzá. Azt ott már nem is lehet felvenni, itt van még egy malacállat. Így van. És ha annak nekimész, akkor már több minden nem ad magából. Jó. Hogyha itt felmegyünk, próbálgassunk meg... innen irányulni. Áó, hát nem megdob. Nézzenek, neki lehet szaladni? Nem. És akkor ledobja az almát. Megőrülsz. Hát ezt nem tudtuk eddig. Megvan a módja, hogy mit csináljunk a zöld almákkal. Ó, neki kell szaladni a fáknak. Őrületes, hogy mennyi mindent el tudnak dugni ezekben a játékokban. Ha ide bejössz, akkor hogyha elmész itt... Áú, te hű... Na hát nézd meg! Hát nem leestem. Hát hogyha most ide... Várj, ez az az Insta. Ott kell leugranunk majd a vízesésnél elméletben, hogy ide lekerüljünk az aljára annak a helynek. Most hogyha innen indulsz meg, aha, szerintem ennek kell lennie. Kipróbáljuk. Itt lefele toljuk, és már is mehetünk. Így van. Áó! De belökött a start mezőre. Hát ez, mintha monopoliznék kb. Olyan érzés volt. Jó, mindenkit legyőzve, már is megyünk tovább. Ez alatt nincsen semmi. Nézd meg, milyen agresszívan dobál. Oda meg még mindig nem mehetünk át, ugye? Mert nem tudjuk a köveket távolról eltávolítani onnan. Azt mondjuk nem tudom, hogy nem tudnék esetleg olyat csinálni, hogy fogok egy bombát és oda bedobom. Te ezt megfogod? És oda átdobod? Mivel dobok? Ezzel? Jó. Próbáljuk ki. Ez hülye ötlet volt. Ajaj. Nem így kell. Oda nem így kell megoldást találni. Sokkal nehezebb lesz ez, mint gondolnánk. Átmenjünk rajta így, kettő életünk hiányzik. Hiába, azért jöttem ki, hogy HP-t gyűjtsek, hát mégiscsak sikerült elrontani a jó állást. Menjünk itt jobbra és nézzünk körül még egyszer.
Vannak itt esetleg Zelda expertek? Tudja valaki, hogy mit misszelek el, mit nem látok? Lejövünk ide, és megint az instában találjuk magunkat azonnal. Ezekkel a szemekkel nem kellett valamit csinálni a múltkor még? Ti hogy emlékeztek rá? Azonnal ránk támadnak. Rá kell jönnöm, hogy hogyan intézzem el. Aha, ez lesz a gáz. Rá kell jönnöm, hogy hogyan... Áú, azokat hogyan intézhetném el. Muszáj valamit kitalálni. Tudod, mit fogok kipróbálni? Hoppá. Úgyhogy a vízbe berakod őket. Aha. Nem is rossz. Nem is rossz. Jó, de itt nincs olyan víz, ahova be kellene őket. Nem, ott nem lehet ilyet csinálni. És az a baj, ez a sárga ízé sem bántja egyiket sem. Tehát az a sárga az nem ellenség számukra. Bezárja az alsó útvonalat. Látod? Teljesen agresszív, teljesen esélytelen, hogy megbánthasd. Gyere ide. Nem, nem bántja a sárga. Mit tehetnék? Szuper agresszívan megindulnak. Nézzük meg, milyen eszközeink vannak. Blokkolni? Nézzük meg. Ja, Istenem. Köszi, köszi, köszi. Mennyi eszed van? Ez nem tudom, miért nem jutott eddig eszembe. Hát persze. Jó, oké, oké. Bocs, bocs. Hát ez teljesen, teljesen kívül esett a gondolkodásmódomon valamiért, pedig egy full egyszerű dolog volt. Köszönöm szépen. Így kellett megoldani, igen. Ó, hát ez így sokkal jobb lesz. Pusztítsd el a kék bigyókat, nyisd ki a ládát. Meg is van a kulcs, amivel tovább mehetünk. Nagyon jó. Na, és akkor most kell elmenni abba az irányba, amerre voltunk. Itt fölfelé haladva. Király vagy, Ati? Király vagy. Vegyük fel ezt a szívecskét. Elvetném ezt akár. Csak hogy felesebbzést szenvedjük el a következő ellenségektől. Megérkeztek Venkáék, nagyon-nagyon szépen köszönöm a raidet. Hogy vagytok, mi a helyzet, milyen volt a mai stream? Úgy láttam, hogy Fall Guys osztál, nem? Szóval el tudom tolni? Hát ez megbánt. Nem, nem tudom megbántani. Így igen. Az igen, az azért, az a lény, az nagyon jön. Jó, elintéztünk egyet. Most menjünk ide, és most a másik oldalról visszajöve a puzzle vissza fog állni kiindulási állapotába, és így fogjuk tudni ezt megcsinálni majd. Ó, hát ez egy... Ó, ne! Az oda leesett? Akkor ezek szerint nekem utána kell ugranom, ugye? Ott van egy szívecske. Fall Guysban ment az új season. Tök jó pályák vannak, vagy csak az újdonság jó benne. Aha, tök örülök neki, hogy jól szórakoztatok, az nagyszerűen hangzik. Itt van tehát ez a fu... Megint jóval védek. Furcsa valami, ami támad. Most lemegyünk oda, ahová leesett a kulcs. Követjük a kulcs mozgását. Hú, mekkorát ugrottunk. Állítólag kulcs van. És de le lehet esni? Na, ne szórakozzál már. Jaj, ne. Nincs valami eszközöm erre? Hát ez nagyon durva. Wow, hát nincs. Hát ez most baj. Nem tudom befejezni az instát, mert nem tudok elmenni a kulcsért, ami leesett. Előtte kell még neked valami. Igen, Emeka, én is ezt gondolom. Rá kell jönnünk, hogy hogyan találjuk meg azt a képességet, amivel be tudunk menni a víz által lezárt leestem területekre. Ebben az instában találom meg, ami kell elméletileg. Ezek leestek utánunk. Peace of power.
Na de hol kereshetném? Itt nem mehetek tovább. Itt nem tudom ezt átugrani. Feltételezem, hogy nem tudom átugrani. Persze lehet, hogyha egy nagyot ugrasz, akkor itt át tudsz menni. Az nagyon vicces lenne, hogyha éppen sikerülne. Mert akkor ott is találhatnék egy kulcsot, visszajönnék egy másik kulcssal. Nem, ez biztos, hogy csak akkor mehetsz itt át, hogyha megtaláltad már az úszás képességét, máskülönben nem akarja. Itt van még egy láda, de ezt nem, erre képtelen vagyok rájönni, hogy mit csinálják vele. Pont, hogy az úszás hiánya miatt nem tudok oda átmenni. És ebben az instában fogom megtalálni azt, amire szükségem van. A Istenem, hát nézd meg. Állj meg, Link, mi van veled? Hát ez hülye szegény. Várjál már. Na, oké, sikeresen teljesítettük ezt a szobát még egyszer. Szélen el lehet sétálni a víznél? Nem. Hol mondod? Szevaszak, Fila, jó estét, hogy vagy, Mizu? Szélen elsétálni, nem? Hogy itt gondolod? A térkép közepén? Tehát úgy érted, hogy itt sétáljak lefele? Lehetséges. Lehetséges. Hát is sokkal ügyesebbek vagytok egyébként ebben a játékban, mint én, ez már nagyon látszik. Nagyon jó megoldásokat találtok ki a különböző puzzle-ökre. Ezt gyorsan még kiírtam ott, hogyha sikerül. Ja, ezt ennyire egyszerű elintézni? De nem jön szívecske belőle, aha. Nézzük meg még egyszer. Szívecske, nagyon jó. Több szívecske nem jön? Nem. És ha itt lenézel, akkor itt... Ja, persze, hát itt ezeket nem intézzük még el. És az le is esett a vízbe. Jó, mit mond nekünk a huhogány? The glint of the tide will be your guide. Azt mondja, hogyha megcsillan valahol a mező, az lesz a vezetőd. Tehát ha megpillantod valahol, az jelzi majd az utat. Oké. Lássuk. Hát oda lemenni egy kicsit kellemetlen. Ezek tökre a Mario-ban is benne voltak, ezek a kis tapadványok, amik a víz tetején úszva közlekednek. Nagyon vicces kis lények amúgy. Ott van már a védőmag, oké. Azon a beesett egy 5 darab rúpiás. Erre megyünk, amerre még találunk esetleg lehetőséget az átmenete. Ezeket meg lehet ölni. Jaj, felvettem, várjál. Kivédtem mindent, legyőztem mindenkit, és találtam egy zöld enemét, ami megsebzett minket. Azt hittem már, hogy ebben loot lesz. De milyen gonosz dolog ellenséget rejteni egy ládába, amikor kétségbe esetten keresed a továbbjutás lehetőségét. Gonosz fejlesztői vannak ennek a játéknak, ebben biztos vagyok. És ha bejöttél ide, akkor innen láthatod, hogy mire számítsod középen. Egy leesett, kettő leesett. Ha a harmadik is leesne, akkor kinyílne az ajtó, ugye? Vagy megnyílne valamilyen lehetőség. Innen nem mehetünk tovább. Ott valami lépcsőt kell majd keresni. Egy szívecske, de jól jönne ebből. Hoppá, egyből támadnak. Ja, persze. Ó, nézd, ez egy másfajta puzzle. Rá kell állnom sorrendben. Aha, egy. Nem jó, egy. De most nem mondod, hogy oda nem tudsz átsétálni. Nem jó. Ez kajak? Tehát nem tudsz lelépni róla? Link, mit művelsz? Kettő. Ez ilyen van. Oda átelembe kell elmennem. Hát ez nem lehet. Húzzunk el jobbra, ez nem így kell. Szervusz, Sebi, a róka. Szia mindenkinek, aki közben érkezik. Remélem, hogy jól vagytok. Mi a helyzet? Találtunk még egy kulcsot. Ezt el kell tolnom? Aha, tök jó ötlet volt. Szóval ezek duplán lőnek, de itt nem mehetsz át. Viszont már van egy kulcsom, ami segíthet nekünk a probléma megoldásban. Ó, pont ott van a szívecske.
Fáradtam meggyötörten? Átérzem. Senkinek nem annyira egyszerű most a helyzete, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velünk. Ennek ellenére is. Az is le van győzve. Lehet, hogy azért nem tudom őket legyőzni, mert folyamatosan a levegőben vannak. Ide majd a Nightmare Key kell valahonnan. Ez most jön, és fölém jön, és... Hogy akar ez minket bántani? Ennyi? Egyszerűbb, mint gondolnád. Ott biztos nem lehet felugrani. Érdekes, hogy nem támadnak. Teljesen kiszámíthatatlan a viselkedése ezeknek a lényeknek. Hová kellett kulcs? Azt majd meg kell, hogy találjuk azt a helyet. Ott is van egy láda. De oda sem tudsz átugrani annyira egyszerűen. Nézzük meg, hogy hová kell most... Aha, oda felfelé. Szívtelen fejlesztők nem adtak szívet. Igen, csak védőmakkokat látod? Jó, amint megszerezzük a lehetőségét ennek a vigyusznak, hogy a vízben tudjunk úszni, aha. Üzünk meg ezzel. Jézusom! Nem sebezte. Nem sebzi. De mégis sebeztem. Te, ez hogy van ez? Azt hiszem, hogy kezd agresszívá válni. Eddig jött rám nagyon, de most meggondolta magát. Most menekül? Nem tudsz megtámadni, haver. Tegyük le ide, nem jó helyre raktam. A potrohát kell verdesni, jó, oké. Megoldjuk, megoldjuk. Miféle kutya ez? Nem tudom, hallod, de nagyon csúnya csápjai vannak. Gyert, lejön. Megvan ötször. Nézzük, hogy hány... Hoppá, beparkolt, hallottad? Még be is farolt egy picit. Szemüvege van. Nem tartom kizártnak. Dr. Bubónak is voltam, most mi ebben a meglepetés? Menekül, látod? Oké, megvan talán 7-szer. Au! Nem mondod komolyan. 8-szor. Most hátrálni kezd. Au, shit. Ebből a baj lesz. Oké, még élek. Minden oké talán. Vagy 10-szer eltaláltam már. Pedig ennek így kell történnie. Ó, csapdába esett, csapdába esett. És végül is visszakaptam az összes HP-mat tőle. Ezzel most már tudunk visszateleportálni is az Insta legelejére. Jaj, ilyen pókszerű. Ó, ez itt bezárul. Húzzuk meg. Oké, most kihúzod és... Sietsz. Beférek, beférek. Hál' Istennek megvan. Ez itt lelassít minket. Tehát két szemből tüzelnek. Nyitom ezt. Még mindig tüzelni fognak? Megvan végre a flippers. Wow. Nagyon jó. Hát végre tudunk úszni. Hát nézd, ezek milyen állatok. Ezek milyen állatok. Nézd már, egy nagy kő maszk van rajta. Gyere csak. De arra jön se kis szerzemény. Olyan, mint egy kis medvebocs lenne, aranyos volt. Na figyelj, oldjuk meg. Egy. Ja, hogy feljön rajta egy ilyen kis jelzőizé, hogy melyikre állj rá. Miért jön fel rajta a jelzőizé? Így lehetett kinyitni a szobát. Fent ott hagyom a HP-t. És nézd. Ó, végre. Hál' Istennek. Hát ez nagyon kellett már nekünk, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Hogy tudjunk úszni a játékban, enélkül meg voltunk lőve teljesen. Oké, okay, oké. Okay. És most már a nagy térképen is lehet ám úszni majd.
Egy. Kettő. Szerintem távolsági sorrend van. Igen. Ne! Súnyi dolog volt a közelebbihez eltenni a megoldást, de rendben. Nézzük, 4, 5 és 6. Mit fogok ezért kapni? Egy titkos lejárót, hoppá! A lépcső egyből. Mostantól kezdve nem kell félnünk attól, hogy megsebesülünk. Itt átmegyek. Ígyni. Várj, le kell, hogy ejtsem. Fel kell, hogy ugorjak, és onnan kell tovább menni. Ó, de király ez, nagyon tetszett. Micsoda ninjázás ment ott. Aha, jó. Na-na. Hiszen én itt már jártam, nem? Szerintem már tutira jártam itt, igen. Szegénynek elvettem a izét, a kis játékszereit. Ó, na most az egész insta átalakul. Teljesen más értelemmel bírnak a kanyarok mostantól. Tehát ott jövünk le, vagy ott menjünk le, akkor itt jövünk ki. Nem tudok a vízben támadni. Nézzük meg, hogy mi volt erre. Jó, itt víz hiányában nem tudunk tovább haladni. Érdekes, de amikor elkezdi bepörgetni magát, akkor már nem tudsz vele mit kezdeni. Ússzunk el erre is. Ó, végre ide is rá lehet állni, de jó. Nice! És ide használhatnék egy kulcsot, ha lenne. Tudjátok, hogy hol volt még kulcs? Ott abban a kis kazamatában, ugye? Szevasz, Giver, mi a helyzet? Hogy vagy? Hú, hát azért itt rendesen törni kellett a fejünket, hogy ez így meglehessen. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget, aki... Ó, ebben csak rúpiák vannak. Hát én azt hittem, hogy kulcs lesz. Szóval aki besegített ennek a megoldásába. Trükkös volt ez a játék. Itt kifele lehet csak jönni, nem befele menve. Erre is volt valami, ugye? Erre volt az, amit keresek. Meglátjuk mindjárt, de nézd. Mostantól erre is el lehet jönni. Így is van. Itt is volt egy ilyen insta-szerű valami, insta? Egy ilyen küzdelem-szerű kis szoma. Au, hát nem eltalált? Úgyhogy most már kibírod szedni a víz alól. Igen, rajta vagyok. Rajta vagyok bizony. Csak meg kell találnom a lejáróját, hogy hol volt. Au. Hogy ez hol volt. Jó, szétnyitjuk, és megyünk lentebb. Ti emlékeztek rá, hogy merre volt az a rész? Szevasz, Spectral, hogy vagy, Mizu? Az előbb erre is jártunk már. Egy jó szívecske, meg egy piece of power. Jó sok szívünk van már, igen. Jobbra volt innen. Ja, valóban itt van. Amúgy is erre, tehát átnéztünk volna minden kanyart, úgyhogy bejöttünk volna ide is. Kíváncsi leszek, hogy most lefele fogok csak úgy merülni? Nézzük meg. Nem, itt lehet irányítani felé és le a platformer nézetben, nagyon király ez. Jó, és akkor most megyünk a következő hangszerért, a végén egy boss fog ránk várni. Szevasz, Alfredo Prego, hogy vagy, mi a helyzet? Ezt kell most kinyitnom, feltételezem, és itt fogunk kijönni. Csak hogy ez a... Nem, itt fogunk kijönni, megszerezzük a kulcsot. Aha, utána oda kell, hogy bemenjünk, az fogja kinyitni ezt, és már majdnem az insta végén vagyunk. Már nincs sok megoldandó feladat. De most még egyszer, hogyha kimennék... Ha nem megyek ki, elmegyek balra, aztán egyből ott... Álljunk meg? Itt lentről? Jó, oda úszva kell bemenni. Lássuk! Szívecskét nem adnának ezek itt esetleg? Tök menci lenne. Így. Ott azt áttoltam. Így mentünk keresztül. Igen, itt lefele. Szevasz, Joy Noodles! Hogy vagy, mi a helyzet? Áhú, hát nem megbök. Az el van intézve. Jó. Ezeket le sem lehet dobni amúgy. Dehogy nem.
Jó, megszereztük, amit meg kellett. Megint leszáll, és... Így, így, ez az. Itt, hogyha elmennék balra, akkor nem jó felé lyukadnék ki, de hogyha jobbra lemennék, az meg lehetne. Ahó, ez így megüt. Ha ott lemész a lépcsőn, ott van egy láda a térkép szerint. Mindjárt ott leszek. És csak itt bejövünk, ezt kinyitjuk. Szerintem nem olyan lehet ezt elrontani. És nézd, milyen agresszív halak. Felle mennek. Na nem mondod komolyan, hogy oda be kell mennem balra először. Tiszta Hollow Knight kitaláció. Ez mennyire jön le? Teljesen. Ja, hogy van kardom. Bocsánat, nem tudtam, hogy a vízben is támadhatok. Tök jó, hogy a szívecske könnyebb, mint a víz, azért felszáll a tetejére. Megköszönöm a kedvenc az Zeldához, mert korábban végigvittem, most újra végigfogom. Ezt a játékot, vagy a... Vagy a Breath of the Wild-ot? Csodálatos az a játék, amúgy nagyon-nagyon szuper. Igazi játék, ízig-vérig játék. És mi lenne, hogyha ezeket letolnám? Nem lehet? Ide csak akkor jöttek be, hogyha megvan, tehát pont a rossz helyen jöttem ki. Akkor viszont ott kellett volna fent kijönnöm. A másik helyen, ami be volt zárva. De az is lehet, hogy az jobbra vezet. Akkor melyik lépcső az, amelyik néz meg ott alul a láda mellett feljön? Ott jobbra is van egy láda, igen, ahova át kell úszni. Fura. Breath of the Wild is nagyon jó, de szerintem ez jobban sikerült. Micsoda, tényleg? Tényleg? Azt mondod, hogy ez nem is lett, vagy az nem is lett olyan jó. Tőle jobbra is látósan. Igen, 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 látom, látom. Az lesz az, valóban. Hát nyomjuk, nyomjuk. Igyekezzünk el oda is. És oldjuk meg ezt az instát. Kíváncsi leszek, hogy miféle boss-t raknak elénk a játék készítői. Biztos vagyok benne, hogy egyszerű dolgunk az nem lesz. Most jobbra fel. Ott nem hiszem, hogy át tudok menni. Lefele sem tudok át. Megpróbáljuk. Ha más nem, akkor teleporttal visszamegyünk az insta legelejére. Kicsaptam a halat a vízbe. Au, au, au. Hey, hey, hey. De agresszívak vagytok ma. Ezt tolom lefele. Kár, nem a szívecskét, mondjuk nem annyira vész az állás itt lefele. Jaj, na nem! De súnyi volt, hogy blokkolta az irányt, nem? Wow! Mindjárt jön a kis reptilián. Az a szívecske, az nagyon le van merülve. Ilyenkor mit lehet csinálni vele? Semmit, felvette magától. Oké, okay, ez jó volt. Ott van egy tündérbogyó. Figyelj, hogyha most az itemek közül kezembe venném ezt, akkor össze tudnám azt gyűjteni? És igen! Oké, mostantól van egy healing potim, ami maxra heal-el. Ez azért menő volt, ez jó kitaláció volt, tetszett nagyon. Na nézzük csak! Jaj, de ne már! 50 rúpia van benne. Shit, ez nem a megoldó. Ez nem a megoldás. Azt mondtátok, hogy jobbra fent is van egy átellenben? Nincs, srácok. Itt ezt kellene megtalálni, hogy ez mihez kapcsolódik. 1, 2, 3, 4, 5. Nincs 6 lépcső. Nagyon szépen köszönöm a raidet The Martin Starknak. Nagyon kedves tőled, hogy átjöttetek. Remélem, hogy jól vagytok. Meséljetek, mit játszottatok ma. Nem a bal felső lépcső az. Ugye, hogy nem ez? Tehát nem ezek lesznek azok a lépcsők, mert itt mentünk be erre a helyre. Ez volt az, amelyik szerintem ezzel volt összekapcsolódva. És az ennyi. Tehát így vannak sorosan kapcsolva, látod? Így. És ez pedig, hogy ennek hol lehet a megoldása, azt nem tudom. Hogy jutok fejde? Mert ebben van a Nightmare Key egyébként. Tehát ebben van a végső kulcs, amivel kinyithatjuk ezt az ajtót, és megküzdhetünk a szörnyeteggel, itt pedig, itt van ugye már a hangszer. Amit mondtál, most az a boss emblémával egy sorban van. Mi tényleg? Tehát, hogy ez... De itt jöttem fel, ezt mondod? Hát megjelöljük, Mónika. Hát nem tudom, hát megpróbáljuk. Vágó úr, vegyünk el 50-et. Én nem tudom elképzelni, hogy hogy lehetséges az. Jaj, de tudom. Úgyhogy az egyik lépcső, az lefele vezetett a vizes izéhez kulcshoz, emlékeztek? És hogy annak nem volt kijárata.
és így a zsákutca volt, akkor viszont a másik kettő szépen tud kapcsolódni egyik a másikhoz. Nézzük meg! Ez a bal oldali. Áó! Hát, hát nem megbánt. Figyeld! Itt... Nem, ez rossz felé vezet. A bal legfelső lépcső, amit egy rejtvénye oldottál meg. Nézd meg, ez nem az lesz. Áó! Hát... te szemétláda! Hát de nem megver! Szép estét, Metal Helsingerrel játszottunk, Isten király. Hát azt gondolom, az a ritmusjáték, amiben még a Serge is benne van. Nem lehet rossz, nem lehet rossz. Biztos vagyok benne, hogy jól szórakoztatok. Ja, hogy itt voltam már eddig is, csak nem... Hát persze, menj délre. Igen, igen, igen. Nem tűnt fel, hogy ez az a hely. Aztán most eszembe jutott, hogy... Jaj, nézd, ez az, hogy ezt láttuk már, és itt lefele kell menni, és tényleg itt volt. Na hát innentől kezdve akkor már csak meg kell találnunk azt az átvezető lépcsőt, ami jobb oldali irányban van, és megyünk megküzdeni a bosszal. A boss előtt még 3 HP-t tudunk felvenni magunkhoz. Ide dobálnak. Na-na. Agresszívan rángatóznak a vízipókok itt nálunk. Csodapókok ezek inkább. És hogyha az lemerül, akkor mit csinálsz? Ja, hogy le lehet így... Most kiugrik, vagy mi? Hogy lehet lemerülni a víz alá, látod ezt? Micsoda kitalációk vannak ebben. Ez nagyon jó ez a játék. Aztán nem jó játék. Nagyon-nagyon király ez a game. Az most jelent meg egyébként a, a Metal Hellsinger. Én nem is tudtam, azt hittem, hogy az majd csak február vagy valami ilyen. Később fog kijönni. Már most Game of the Year az a játék. Miért? Nem is vágom. Mármint azt tudom, hogy nagyon sokan várták, mert valami valami legjobban várt játék is lett az évben, de hogy mi a fenéért? Hát ritmusjátékot nem szoktak várni az emberek. Ha belegondolunk, hogy a az Elden Ring az 2 éven keresztül lett a legjobban várt játék, ahhoz képest egy Metal Hellsingerrel, de én nem tudom, hogy abban mit tudnak kitalálni, hogy várják az emberek. Annyira király. Esküszöm, hogy játszanom kell, ki kell próbálnom. Én lemegyek ide, megnézzük, hogy mi van itt. A víz alatt kell egy bosszal megküzdeni. Wow. Jaj, ne! A hal, amelyik oda szokott magához vonzani mindent. Bloop, bloop, gloop, gloop. Food. Mondja, az anglerfish. Ez valamilyen horgászhal, vagy valami ilyesmi. Angler? Na-na. Ide agressz. Nézd. Aha. Csenes vagy, nem mondom, de azért a fejeden azt a bigyót megverem. Na-na, megtámadnak a sziklák. Itt nincsen shield. Most miért fekszik oda lent? Ilyenkor lehet támadni. Hát ez így nem annyira nehéz. Hát nem egy már. Hát ez milyen boss? Hát nem tud túl sok mindent csinálni. Most nagyon agresszívre vette fel a formáját. Jajajaj, oké. Okay. Hozza a kicsiket. Aha, jó, egy picit azért eltalált. Nem állítom, hogy nem úgy van. De most gyakorlatilag, hogyha itt elkezdeném szétverni, akkor meghalna? Vagy mi történne? Szerintem az előbb történt egy kisebb bug, nem? Vagy ezt csak ilyen sokszor lehet ütni? Fel lehet tölteni a kardunkat, hogy teljesen körbeverje mindent. Hoppá, hoppá. Felfele menjünk. Milyen sok adja van, nem? Aztán nem jó járt. Sokan vannak. És úgy mondod, hogy nem szereted ezeket a fajta shootereket? Tehát nem vagy egy Doom rajongó, úgy érted? Azt hiszem, hogy nagyon hasonlít a Doomra ráadásul. Most aztán megütöttem, most lement. Gyerünk, gyerünk gyorsan lefele. De nem hagynak, hogy hozzáérjek. Ezt tényleg nem talált el? Ebből baj lesz, srácok, ebből baj lesz. Megütnek, szétvernek, hát muszáj használnom a potimat. Hát ezt valahogy el kell, hogy nyomjam. Nincs használat? Jó, azt most akkor nem kell használni. Ha lefele vered, akkor... Aszna! Wow! Jó, hál' Istennek visszahozott minket a csaj. Emlékeztek rá? Tudjátok, hogy melyik lány volt az? Szétverem remélhetőleg. Megint lesüllyed. Semmi más nem érdekel, csak hogy verjük most már.
volt egy lány, az a prostituált, vagy nem tudom minek nevezzem. És ő mondta, hogy kifizetek neki 20 pár rúpiát, akkor bedörzseli nekünk. És ezt is tette, és a bedörzsölés után azt mondta, hogy majd csak akkor fogom észrevenni, hogy mit csinált, amikor éppen elfogynának a szívek. Gitár Hero és Doom 1-ben kb. A játék nem talált ki spanyol viaszt, jól használja a mechanikákat, egyedi soundtrack nagyon ad hozzá. És az nem gáz a soundtrack a DMCA miatt? Megvan a 10. szívecskénk, és ezzel mehetünk már is tovább, legyőztük a gonosz Anglerfish-t. Ezt tudom, hogy metalzene, hát a nevében is benne van. Én is terveztem játszani, de hát most nem nagyon van olyan zsénk, amit arra tudnánk szállni jelenleg, hogy ilyen játékokat megvásároljunk, majd igyekszünk idővel mindent is, hiszen most azért a mikrofon van előtérbe helyezve. És van annyi játékunk, hogy megpusztulunk gyakorlatilag. Meg is van már is! Ez a csodálatos hangszer, aminek egészen futurisztikus hangja van. Ahhoz képest, hogy egy hárfa lenne. Game Pass-ben is benne van? No, hát látod, az nem ártana előfizetnem, mert még nem fizettünk elő soha, és azt hiszem az első 3 hónap az valami 1 euró, vagy valami ilyesmi. Csak ennek tényleg annyira el vagyunk árasztva a játékokkal, hogy most erre is érted fizetni, úgyhogy nem használnánk ki, nincs értelme. Szerintem majd akkor, amikor vége lesz a Cyberpunknak, meg ilyesmi, de hát akkor megjön majd helyette egy másik open world játék, meg majd utána a Zelda Breath of the Wild, hogy befejezzük majd a Zelda... Mi volt a címe? Valamilyen Crystal? Vagy nem, lehet, hogy nem Crystal. Tears? Valamilyen Temple? A Castle? Mit tudom én? Szóval jön az új Zelda. DMCA free minden zene, úgyhogy nincs gond a jogokkal. Nagyon király. Na figyeljetek, skacok! Hát megvan most már az úszás képesség. És megtaláltuk a 4. hangszert a játékban, ez csak egy dolgot jelenthet, hogy a felénél vagyunk, a Link's Awakeningnek. Elméletben, a felénél. Most már szerintem minden képességünk megvan ahhoz, hogy bárhova is eljuthassunk a térképen. Érdekes, mert a huhogány, ott van lent egy... Van lent egy szívecske. És ezzel megvan a 11. szív is. Wow! Igen, szóval a huhogány nem jött most hozzánk, hogy megmondja, hogy mi a szituáció. Hát nem baj, lenézzünk itt először. Megnézzük, hogy itt mit találunk. Annyira imádom ezt a kis hősies zenéjét, amit ez a vonós négyes, ez a kvartett itt előad. Nagyon, nagyon jó a kitaláció. És egyébként az a fura, hogy abszolút nem ilyen keleties dallama van ennek a játéknak, szerintem legalább. Wow, te hülye! Hát nem megbánt, nézd meg! És hogyha itt most leugrok, akkor lazán át tudok úszni, ugye? Csak hogy... Nem tudsz utána kijönni belőle. Aha! Tehát, hogy arra majd figyelnünk kell, hogy hol úszhatunk ki a vízből. Lehet itt gyors úszni valahogy? Nem. Lemegyünk itt és... Zsák utcába, Zsák utcába fogunk beütközni. Jó, ez a hely, ami itt van alattunk, itt voltunk már? Sőt, ott fent sem voltunk még. De itt át lehetne ugrani. Kellett, hogy legyek itt, mindjárt átugrunk oda jobbra, megnézzük, hogy mizu. Hát nagyon szépen köszönöm az ajánlást, és örülök, hogy jól szórakoztatok, Martin. Mi? Hogy a víznél nem lehet nagyot ugrani? És akkor te most hány játékot is játszol egyszerre? Nem is tudom, hogy nálad hogy mennek ezek a dolgok, hogy kimaxolod a játékokat? Végigjátszod mindegyiket? Tehát amit elkezdesz, azt végig is viszed? Szoktál abba hagyni játékokat? Hogy mennek ezek a dolgok nálatok? Zsószi, neked a fóbiának vége lett? Na, hát nem megdob a disznó. Na. Jó, nagyon helyes. Itt. Lent még nem járhattunk, szerintem. Ott a halas instában, balra. Aha, na majd most oda elmegyünk. Jól láttam, hogy ott nagy coin volt? Ja nem, csak egy kicsi zöld, nem baj. A szívecskét azért még felveszem. Ne! Engedj el, te hülye! Hát nem beszi pantot. Elvette a shieldemet! Megette! Jó, hál' Istennek visszakaptuk. Wow!
Ezek szerint van a játékban olyan, hogy megeszik a süllyededet. Megszopkodta azt, mondja Benka. Ez igen, kell a védőmag. Állat vagy. Ha igyekszünk beszerelni egy olyat is, akkor a kelléktárma. Nézzük meg, hogy találunk-e itt valamit a vízesés mögött. Taltal Mountain Range. Aha, nem, a vízesés az nem olyan. Amikor itt mész erre... Én nem emlékszem, hogy itt lettem volna, úgyhogy most menjünk be ide. Oha. Oké, gyanús. Kik vagytok? Ez mi? Lehet, hogy beszélgetnem kell vele? Lehet, hogy itt van, nem? Mit kell csinálni? Beszélni kell vele. Mambó vagyok, a naphal gyermeke. Van nálad okarina? Igen, van. Há, akkor megtaníthatom neked a dalomat. Bloop mondja. Jó, taníts meg. Kis hangerő. Zseniális. A gyerekek megőrülnek. Oké, érdekes, hogy nem szálltam be, de van egy sejtésem, hogy totál nem kellett üzenni. Van egy sejtésem, hogy miért nem szálltam be, mert az okarinán a víz alatt rohadt néz lett volna szerintem játszani, ha csak nem egy buborék vesz minket körül, de hát akkor is ugye a... Micsoda, amikor játszod a mambómat, tudsz warpolni bárhová a szigeten? Próbáld ki a dungeonökben is. És mivel ma egy különleges nap van, hagyom neked, hogy elteleportálj Mambó tavába. Csa-csa-csa, mondja, és Mambó tavába? Tehát akkor most használnom kellene az okarináját innen. A halét. Mármint, hogy a halét, igen. Jó, igen, jó, és most nézzük. Nem, itt nem engedi. Hogy megyek ki innen? Ja, várj, így, és... Nem tudom használni? Várjál. Aha, azt mondja, hogy elmehetnék a... Ide! Jó. De még mielőtt ezt megtennénk... Bocsánat, nézzük meg, most már akkor megvan. Nézzük meg, hogy balra van-e itt még valami ettől a kis dungeon-től, mert könnyen lehet, hogy itt még van valami elrejtve. Belettünk ám kapva, bizony. Volt valami szívecske még a víz alján máshol is, ne felejtsük majd el. Ó, itt át lehet jönni! Wow! És akkor a kastélynál jössz ki. Aha! Mi az az mi? Az mi az te? Jó, kezdjük el sprintelni valahogy? Jézusom, az nagyon követ. Az elég erősen closing in. Szóval az harcos, mi a helyzet? Az nagyon jön. De én nem tudom, hogy mi ez, de nagyon para arca van. Ott van a szívecske, nézd! Mit csinálsz? Ide állt mellénk. Találtam egy piece of heartot, az jó. Várj, ez mi? Ez mi? De mostantól jössz majd velem? Azt hittem, hogy ez üldöz. De nem, mert ez jön velem. Mi a fene lehető? A ház, vigyél el a házhoz, ami az öbölben van, mondja. A házhoz az öbölben. Akkor most oda kell gyalog mennem? Melyik az öböl? Martha's Bay. Ház. Itt nincs is ház. Ez itt Martha's Bay még? Vagy ez a Plot Hole Field? Oké. Hogy ityeg a fütyeg? Hát köszönöm szépen. Megvan még. Megvan. A helyén van. Ahogy szokott lenni, betűri az ember, mint egy kesztyű ujjat. Remélem a tied. Délceg. Menjünk itt lefele. Nézzük meg, hogy mit lehet csinálni ezzel a kis lénnyel. Figyelj!
Nézd az almákokat. Aha. Néhány szívet visszaállít. És nézd. Aha, tehát egyet el tudsz rakni, a többit meg instant beharapod. Jó, rendben, rendben. Azt akarom megnézni. A ház, vigyél el a házhoz az öbölben, mondta közben a kísértet, amiközben jön velünk. Na figyelj, megyünk is már is a Martha's Bay-be. Figyelj, ide még nem is jöhettünk le, mert nem tudtunk úszni, tehát ez az insta lesz valószínűleg a következő akkor. Itt azt mondták, hogy 2 darab szentély van, emlékeztek rá, amikor itt nyomultunk, és lehet, hogy ez lesz a második, na ez volt a déli szentély. Lehet, itt van fent az északi szent. Aha. Jó, nem baj, nem baj. Menjünk le a házhoz. Keressük meg, hogy ő hová szeretne menni. Ez egy örvény. Jaj, ne, ez szuper hal. Vigyázzunk magunkra. Bánatos Luffynak felfújt szomorú malac lehet. Mi? Hogy a kísértetre mondod? Szerintem még mindig péniszekről beszél. Jó, oké, nyomjuk. Legyőzök minden malacot, aki az utamba áll. Senki nem állhat az utamba. Link vagyok, és győzni jöttem. De hogyha itt átmegyek oda, akkor hogy fogok tudni kijönni a vízből? Szuper malac támad. Én meg két lépésből mattot adok, úgy látom. Jó, ezek meg is vannak. Hogyha ott bemész balra, akkor hol jössz ki? Nézzük meg. A ház, vigyél el! Zsószi, befejezted már a fóbiát? Lefele lehet menni. Mindenféle állatok állják az utunkat. Tök jó, hogy lehet ilyen pajzsállást bevetni ellenük. Bemegyünk itt a vízbe. Nem, bemegyünk itt balra. Szerintem megtaláltam a lényegét a dolognak. Itt erre kell menni. Ez az a házikó. Itt, menj be a házamba, mondja a kísértet. És ott megbánt. Mikor kezdem? A Green Hell után. A Survival után horror jön majd. Az a listán az első váltójáték, most nézd. Hazahoztuk és... Befekszik az ágyába? Benéz a szekrényébe? Nosztalgia, változatlan, mondja a kísértet. Pedig tart még? Hát igyekszem, az ma este leszünk a kétharmadánál. Sokkal hosszabb, mint az alapjáték, a Spirits of Amazonia DLC. Körbenéz a kis szellem az otthonában. Búhú, azt mondja, csak nem sír. Lehet, hogy azért rózsaszín, mert egy lánynak a szelleme? Elég. Temető. Vigyél el a síromhoz. Vigyük el a sírjához. Szegény. A sírokat itt fent találjuk meg, és hogy hogyan megyünk oda át? Hú, hát innen azért nehéz lesz. Szerintem teleporttal nem követ majd minket. Itt pedig, de szerintem még nem tudtunk eljutni, ez valami más kitalációs dolog, hogyha itt visszamennék, akkor meg kell tervezni az útvonalat, hogy merre menjünk, itt végig ugrálsz, ott lemész, ezt kirobbantod, és azzal már közel is vagy, itt vagyunk, jó, akkor elindulunk szerintem a jobb oldali irányba vissza, lehet, hogy az északi irány az most nem megfelelő. De azért érdekesnek tűnik ez az észak is. Főleg, mert itt át lehet menni balra. És akkor itt el kell menned egészen erre. Lehet, hogy ez könnyebb irány, hogyha a faluból mész. Mert akkor, hát igazság szerint akár még könnyebb is lehet, igen. Bocsánat, menjünk erről. A lány is követett teleporttal. Igen, de akkor együtt teleportáltunk emlékeim szerint. Nem baj, ez most már a legkevesebb idáig eljutni. Látod, milyen gyorsan jön utánunk? Ja, annyira nem nagy gáz, meg ráadásul bemehetek a shopba is, ha már erre járunk, hogy ott volt a védőmag.
hogy feltöltjük a készleteinket, amiket elhasználtunk út közben. A sírom, vigyél el a virágokkal? Oké, akkor már tudjuk, hogy virágok vannak a sírján, az előbb ezt nem mondta el. Jaj, megszúrtam egy kakast. Ez volt a bolt? Ez milyen ház? Ide kellett valamit hozni. Egy piranya plantet? Jó, azért van néhány collectible, amit össze kell szedni. Sőt, tudjátok mit? Lehet, hogy össze is tudnék szedni egyet ide lent most, nézd meg. Könnyen lehet ám, hogy most itt lesz valami bent. Egy collectible, amit ki kell halászni. Nem lesz. De van varázspor, meg szívecske darab. Játsszuk már meg. Ez amúgy is mindig vicces, hogyha az ember szórakozik vele egy kicsit. Csószi, és neked mi a kövi játékod? Azt mondja, hogy úgy kellett nyomulni, hogy ide jössz. Először beállsz ide. És menjünk el a legvégére. Most, nézzük meg. Nem jól csinálom. De jól csinált, nem mondod. Ne, várj! Nem tudod még szerinted? Kíváncsian várom, hogy mi lesz az, ami a tetszésedet megragadja. Figyelj, mi lenne, hogyha előbb jobbra mennék? Igen, nézzük meg. Elmegyünk jobbra a sarokba, és onnan vezetjük majd fel inkább. Méghozzá úgy, hogy amikor a másik oldalra balra megérkezik, nem, nekem akkor kell... Elrontottam. Csináljunk még egy szekvenciát, figyeljük meg. Tehát amikor megérkezik föntre, nekem akkor kell indulnom. Ide nézd meg, figyelj. Megvan! Ha-ha! Nagyon jó! Oké, szereztünk egy negyed szíven. Hogy ki volt számolva? Jó, már is megérte bejönni. Újra? Persze, hogy újra. Hát nem látod, mennyi rúpia van itt? Kicsit fel, kicsit jobbra. Tökéletes. Az azt hiszem, hogy az a 20-as, ugye? És akkor van még egy 50-es is tőle jobbra. Azt is elvihetjük, meg a varázsporban nagyon kevés van nálam, és azt hiszem, azt a shopban nem is lehet venni. Még arra is rápróbálhatunk mértne alapon. Azt hittem, hogy lesz valami collectible is itt ennél a résznél, de nem volt, úgyhogy... Kicsit fel. Kicsit jobbra. Jónak néz ki. Hiszem is egy korcsot közben. Szerintem ugyanilyen logika alapján csináljuk majd meg a fenti bigyót is, mint amit a... Tehát a varázsport, a tündérport is csináljuk meg úgy, figyelj. Nagyjából a csíkig szokott elmenni, nem? Nézzük meg. Leképezzük, vonalat húzunk. A csíktól visszább itt volt. Jó, és amikor az bal oldalon van, én akkor engedem meg föntre. Megindul, ez korai. El fog menni. Majdnem. Tehát amikor most kell indítani, amikor odaér, azelőtt egy másodperccel, és akkor tökéletes markolásokban lesz majd részünk újra. A rúpiákat megszereztük egyébként idebent, úgyhogy nem pocsékoltunk el semmit. Persze a profit az elment, hogyha úgy nézzük. Ez nem a legtökéletesebb. Na figyelj, most lesz az, ami még eddig nem volt. Fú, de szarul áll ez. Akkor viszont korábban kell menni, most. Ebből baj lesz. Lehet, hogy megindul vissza és pont tökéletesen markol. Ó, oh, wow! Siker! Nagyszerű! Jó, megvagyunk mindennel, amit innen össze akartunk szedni. Elmenjünk a boltba, bevásárolunk, és... összeszedjük még a dolgainkat. Feltöltjük a készleteket, és megyünk is már is. 70 rúpia? Mennyi van most nálunk vajon? 729, menő! Nem is tudtam, hogy az ilyen nagyobb loot, a ritkább lootnak magasabb egy oktávval a kis dallama, amit ilyenkor játszanak. Na, a kísértetet elhoztuk egy kicsit játszani, hadd legyen egy picit boldogabb, mert nagyon sírdogált itt már az előbb, hogy
Hát biztos azért, mert a háza, meg a nosztalgia, meg hogy nem él már. Tényleg ma estére egy egészen kitűnő, nagyon rossz filmet hozok nektek. Egy kitűnő, nagyon szar filmet hozok. Úgyhogy remélem, hogy nézitek majd velünk a teachpertv.mokás helyett a Discord channelon. Azt hiszem, hogy ebből kellene venni 10 rúpiáért, persze, hogy megveszem. Ebből kérek még 10-et. Shieldet most nem kell venni. Bombát meg csak azért hozok, hogy... hogy fel legyen töltve. A micsodán? Micsodán? Venka, micsodán? Sípa, poré, hagyma, csütörtök este, érzem a péntek... A péntek estét? Hát figyelj, péntek este eszed a pórét, Gábor. A csajok csak úgy tapadni fognak rád a izében a... A Rióban. Van még Rió egyáltalán? Ma biztos nincsen. Annó a ZP-nek a nagy vetélytársa volt. Az alterosok mentek a ZP-be. A csajozó gépek, meg a snobok mentek a Rióba. Morizons, Jézus, olyan hely még létezik? Amúgy, most jutott eszembe. A másik nagy csodája a budapesti éjszakáknak. A film mi lesz? Hát nem mondom meg. Te úgyse nézed, mert aludni fogol, de... Na. Nem lesz ütögetés, piece of power, olyan lesz. Az EP-ben mennyit voltunk, de milyen jó volt, nem? Isten király hely volt, a legkirályabb egész Budapesten, imádtam. Itt szokott kijönni a zombi? Aha, ki is jött. Úgy meg is vert, hallod. Na, és akkor most, hogy itt vagyunk, azt mondja, a sírom, vigyél el a síromhoz. Te kis zöld sapkás szar, mondta a kísértet, és azzal anyamomba eredt. Látjátok a virágos sírt? Jaj, ne, ez tudjátok, hogy melyik sír lesz? Amelyik külön van mindentől. Ez itt a virágos sír. Igen. Aha, jó, akkor menjünk másik irányba. Borizons 2 legnagyobb métei pesti éjszakában. Miért még létezik? Beállat előtt sem megyek el, átmegyek az ellentétes oldalra. Hát nem kellett volna annyit csajozzon odabent, Gábor, nem? Ez igen. Rio az már nincs. Mi van a helyén? Biztos, hogy van ott szórakozó hely a helyén. Ott voltál a Carmanhoz közel is. Mi az a Carman? Carmen? Az az autóember, a Transformator. Optimus Prime fővezér. Ki halhatott meg? Kinek a szelleme? Lánymányosi, aha. Köszönöm. Adok neked egy zsárt, tegyél bele valamit, visznát. Ez megint egy poti? Kaptam egy köcsögöt tőle, vagy hát egy csuprot, vagy egy edényt, nevezzük, ahogy gondoljátok. Jó, hát akkor így most már egy másodlagos. Megjött a huhogány. Szevasz, huhogány! Mi a helyzet? Hút. Oké, szóval már eltelt egy kis idő, mióta találkoztunk. Martha's Bay-nél kell lemerülned a vízbe, hogy a Catfish's Maw-ba bejuthass. Minél közelebb kerülsz a szélhalhoz, annál kevésbé alszik jól. Folytasd tovább az utadat. Hút, mondja. Szevasz, Kaller Gabi, jó estét! Hogy vagy, mi a helyzet? És szia mindenki másnak is, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem ma este. Remélem, hogy jól vagytok és hogy... lehetőségekhez képest mindenkivel minden is szuper. Remélem, hogy semmiben nem élveztek hiányt, bár ez egy elég hülye kifejezés, mert a hiányt az ember nem élvezni szokta, hanem szenvedni tőle. Ott jobbra lent, oda kellene elmenni, na de van egy teleport kapum. Teleport kapu itt a közelben nem volt egyáltalán. Nézzétek, még szerintem ide sem mentem fel. Vagy ha ide igen, akkor ide jobbra semmiféleképpen. Ezeket a helyeket még nem tudjuk, hogy kell megközelíteni, ugyanúgy, ahogy ezt sem. Szerintem a játékban lesz egy magasabb, egy nagy ugrás. Ha innen felmész, azt kiszeded, akkor átmész, oda feljössz. Ja, és ide már mentünk be többször is, itt mentünk végig, így jutottunk be az instába. Akkor ezek szerint ez a hely, ahol a Windfish alszik, az teljesen le van zárva. Ez itt pedig elképzelhető, hogy a legutolsó área a játékban, ez lehet, hogy a 8. insta lesz majd. Minden esetre ma még be tudunk menni Martha's Bay-be, és be tudjuk fejezni az 5. hangszer megszerzését. Én ezt azt mondanám, hogy csináljuk meg.
Látjátok ezeket a vizeket oldalt? Na itt viszont biztos vagyok benne, hogy van eldugva kincs. Ezt totál értelmes lenne átnézni. Itt már végigúsztunk, meg ide is eljöttünk, szerintem idáig nagyjából. Itt is leúsztunk valameddig, itt le volt zárva talán az út, vagy valami ilyesmi. De itt volt lezárva az út előttünk, tehát nem engedtek minket bejönni ide a majomkenyérfák földjére. Jó. És akkor itt viszont... Aha, na itt! Hogyha idáig eljutnánk megint, akkor itt, hogyha bemész a vízbe, akkor most már bemehetsz ide. Ez egy új út, amit fel kell fedezni, az északi shrine, de előzőleg még menjünk el a Martha's Way-be. Ha itt lemész, akkor hova? Au, au, hey, hey! Hova juts, lyukadsz ki? Hol is volt ahol a bagoly? Azt mondta, hogy a híd alatt van valami? Ó, oh, nem tudom. Jó kérdés. Nem a Castle-nél? Ez hová visz ez a hely? Ja, na. Hey, várjál! Előbb ugrik, utána megy. Rio helyén egy szép nagy mező van, meg az EP helyén is. Az élet nagyon kemény. Ez mi? Ez a Witch's Hut? Aha. Kellene egy teleport készülék nekem. De nem úgy látom, mint hogyha lenne. Ezek meg voltak jelölve eddig, nem? A mapon. Most meg már így nem nagyon van. Itt van, persze. És akkor ide balra fel, aztán le. Jó. Legyőzök én mindenkit! Mondd egy szál se. Erre felé? Igen. Hol is volt, ahol a bagoly mondta, hogy a híd alatt van valami? De én nem tudom. De szerintem a kastély. Hát szerintem annak kell lennie. Itt vagyunk már is a teleportációs készüléknél, ahol szuper módon fogunk keresztül menni a félvilágon is, Martha's Bay-ig. Imádom ezt a gémet, egyszerűen csodálatosan király. Ide jövünk le! Tudom, egy vizes rész volt, csak nem tudom már merre. Ó, oh, már én sem. Nem baj, kiderítünk majd mindent a játék végére haladva. Vége felé haladva, itt kell bemenni valahol. Ó, oh, itt nézd, itt le lehet jönni. Csak nem... Áú, á, te hülye! Csak nem tudsz megküzdeni ezzel a szuperhal. Most! Aha! Nézd, itt titok lesz elásva. Vegyük elő a... ásó felszerelést. Ott is van! A Secret Seashell. Ocarinával most nem tudsz bármelyik teleporthoz. Jaj, de el kell mennem a ponthoz, tényleg. El kell menni a ponthoz, elfelejtettem. Az ocarina használat, de jó, hogy mondod. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz abban a pontban, amit említett, látod? Mert itt van a Mambo's pont, itt még nem járhatunk be. Na nézzük! Vagy járhattunk ide bent? Ja, itt van a prost! A kedves lány! Szevasz, nagyfiú! Én Crazy Tracy vagyok. Van egy kis titkom? Eladó, ami majd felpumpál téged. Kérlek, ne a lábad között legyen az a titok. Adsz nekem 28 rúpiát a titkomért? Persze. Oké, gyere ide, és bedörzselöm neked. Aha, rá is tettem a titkos gyógyszeremet. Majd akkor lesz hatása, amikor elveszíted az összes szívedet. Oké, van itt némi bónusz ellátmány is, ellátás, kezelés. Tele vannak a szívek, köszi. Román Play 81, szevasz, üdvözöllek, mi a helyzet, hogy vagy? Szép estét kívánok, a kedves lány bedörzsölte nekünk, és mostantól sokkal-sokkal jobban érzem magam. Nem is csodálom, hát az ember ne érezze jó magát. Na figyelj, teleportációs készülékünket használva visszamegyünk Martha's Bay-be, ami egyébként ott balra is lett volna egy teleport, de ez minket most nem érdekel. Álljunk meg egy pillanatra, gondolkozzunk. Hát hogyha ide bejutottunk. Nem kéne itt átnézni mindent is? Vagy ez csak ennyi? Ez a hely? A Tabal Waste, nem meg a Cemetery? Aha! Akkor itt nem lesz más. Na, a zsemnek kutya, örülök neki. Akkor dörzsölgessék csak bőszen. Itt ez... Nem, ez ennyi.
Érdekes, hogy, ja, hogy ez az ő pontja, ez, itt lakik a... Oké, értem. Eddig ide nem lehetett teleportálni, most ezt megkaptuk, ezt a lehetőséget, és azért kaptuk ide a teleportot, mert itt lakik a lány, aki megadja a feltámadás képességét, minden tiszta számomra, mindent értek a játékkal kapcsolatban. Viszont, ami most következik, az egy újabb insta, egy újabb nagy kihívás, ami előttünk áll. Lássuk, meg tudjuk-e csinálni. Itt bemegyünk a víz alá. Szevasz, Mr. Dragon, hogy vagy, mi a helyzet? Mr. Guggesz, nem tudom, hogy itt vagy-e közben. Áú, megdobott egy disznóállat. De képzeljétek el, hogy Mr. Guggesz egy csomó-csomó játékkulcsot felajánlott a csatornának, amiket kisorsolhatok majd köztetek, úgyhogy ezután is nagyon szeretném megköszönni neki. Nézd azt a helyet! Az mi az a szobor? Itt van egy eldugva, egy ilyen szívecskebigyó. Mindjárt 12 szívem lesz, menj már. Már csak egy negyed hiányzik, ugye? Igen. Hát ma nagyon megtápoltuk Linket. Ott vigyázzunk arra. Oké. Ott van egy csellőle. Megdobtak. Tarkon vertek hátulra. Amikor úsztam az öbölben, elvettek tőlem a hullámok egy nagyon fontos nyakláncot. A nyakam körül volt. Hogyha megtalálnád, akkor adok neked egy pikkelyt a farkamból. Jó Isten, egy pikkelyt a farkadból? Jó, de hol keressem? Nagyon fontos nyaklánc. Ja, amúgy így dodzsolni lehet a lövedékeket, látjátok ezt? Ide meg nem tudok bemenni. De be tudok menni, ott van a titok! Wow! Mr. Guggesz, ezt nagyon szépen köszönöm neked. Köszi, hogy itt vagy. Lehet rád számítani, köszönöm szépen. Itt ki lehet úszni felül? Úszunk vissza, bocsánat. Be kell oda mennem. Elnézést. Igen, az X-el kell, mármint hogy ezzel a kontrolleren a B. Azzal tudunk lejutni. Nincs itt valami eldugva? Hogy vagyok? Köszönöm szépen, voltam jobban is, voltam rosszabbul is, teljesen átlagos napok mennek. El vagyok teljesen halmozva feladatokkal, és nem találom a behozatalát. Az esti filmek alatt ugye vodokat vágok, és olyankor lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy ma este nem vodokat fogok vágni inkább, hanem most fogom megírni majd éjszaka a stream után a két havi összefoglalónkat, amivel már nagyon elcsúsztam. Igyekszem nem ekkora csúszásokban működtetni a dolgokat, de hát azért nem mindig egyszerű. Holnapi nap az jó lesz, elmegyek, meglátogatom anyukámat. Level 5 Catfish Smoke. Aha. Már ez nem. Jó, oké. Okay. Nem megy sehová. Kis állatot elkapjuk. Na! Hát nem ér kell ilyen agressz. Na! Hát nem ér! Fák, Viki, Koza, kösz a követést! Üdv itt a vízkórusban! Ne felejtsd el a jelmondatunkat, ha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Ezt nem lehet tologatni. Itt nem kell felmennem. Mindenkit legyőzünk idebent. Minden állatnak el kell pusztulnia, mert Link vagyok, és úgy döntöttem, hogy bosszú hadjáratot hirdetek a Batman ellen. Azt, hogy mit csinál itt a mackó démon, azt nem tudom, de aranyos. Tényleg aranyos, nézd meg, hogy a fejére szorult ez a vaskaszorú, és akkor azzal itt nyomulna. Elmegyünk jobbra először. Nem megyünk el jobbra, itt nagy ugrásra van szükség. Szerintem ebben az instában fogjuk megtalálni az ultra jump képességet, amivel akkorát ugrasz. Áááá! Na, de hagyjál már, de ha... És miért kell ilyen agresszívnak lenni? Nagyon nehéz ám eltalálni. Valami már meg. Megvan, az egyik megvan. Már is nyitom kifelé. Megvan az iránytű! A sityakos malac. Nem tudom, hogy malac-e egyébként. Az iránytű az jól fog jönni nekünk. Ebben biztos... Mindig megfordul. Ebben biztos vagyok, hogy jól fog jönni. Itt jöttünk be jobbra? Nem. Hogy jöttem be balra? Hol jöttem be? De ott jöttem be ezek szerint. Ott hogy ugrasz át? Ó! És nézd!
Hát... ez érdekes lesz. Be kell állítanunk a puzzle-t. Jó, ez nem volt így jó. Nem volt, abszolút nem volt jó. Még egyszer. Bocsánat. Hát mint nagyapámnak az órája. Amit így fel kellett húzigálni mindig, tudjátok. Délbe kellett mindig a harangszóhoz hozzáállítani. Na-na! De hogy már rámugorj! Wow! Nagypapának az ebédlő órája. Nem is tudom, hogy milyen volt. Nem kakukkos volt, de ilyen súlyok voltak rajta, hogy annak mi volt a neve? Ti emlékeztek még rá, hogy mi volt azoknak az óráknak a neve? Súlyok lógtak láncokon az alján, és mindig lefel kellett húzigálni őket, és akkor úgy működött az óra. Inga óra? Amúgy lehet, hogy inga. Ez mi? Hallgass a zenét. Ez mi? Ássunk, jó? Meg azt mondta, hogy használjuk ezt az instákon belül is. Kíváncsi vagyok, megnézzük. Láncos óra. Lehet, hogy ez volt a neve. Warp to entrance. Aha, tehát, hogy akkor ezzel vissza lehet menni mindig a bejárathoz. Ez megkönnyíti nekünk a továbbjutást. Kicsit kezdjünk el ásni, mert itt szerintem titkok vannak. Mi lehet itt a megoldás? Mit kell itt csinálni? Okos óra volt. Hát bizonyos tekintetben igen, elég okos kitaláció állhatott mögötte, hogy puszta súlyokkal pontosan tudtam mutatni az időt. Hát én lehet, hogy körbeássam ezt, és nem fogok semmit sem találni amúgy. És a zene nem attól függ. Hiába ugrasz, hiába csapsz. Nem lehet, hogy itt valami olyan van, hogy... itt kezded, elmész először ide, aztán elmész ide, és utána ide. Lehet, hogy minden mezőre csak egyszer lehet lépni? Az úgy túl egyszerű volna. Na jó, ezt nem értem, ezt nem tudom felfogni, mit akarnak itt. Állítólag ebben a szobában viszont van egy kulcs. Súlyok energiaforrása volt az órának, Melanika volt felelős, hogy pontosan legyen. Igen, minden bizonnyal így történt. Nincs semmi mögötte. Nem értem. Pedig itt jelez, hogy van valami. Lehet, hogy a homokban van eldugva a kulcs. Hát szétásom. Nem a helyén van, nem. Lehet, hogy hülyeség, amit most csinálok, hogy felássam az egész dungeon, de... nem össze kell tolni őket középre? Lehet. Lehetséges. Lehetséges, hogy ez lesz. Alattuk viszont nem volt semmi, hiába ástam. Ja, ez lesz, igen. Hogy vagy, Kata, milyen napod volt? Áj, kulcs! Wow, oké, megtaláltuk a továbbjutást, jelentő szuper kulcsot. Na, hogy itt viszont mit csinálsz, ez lesz a nagy talány. Milyen napod volt, what the fuck-a? Mesélj valamit nekünk, megint te dolgoztál. Menjünk visszafele. Micsoda a szuperugrás? Szevasz, Benesan? Vagy ez a szia? Nem tudom, bocsánat, fiú, lány. Szia. A lányok nem szeretik, hogyha szevasszal köszönök valamiért. Nem értem pontosan, hogy mi ott a probléma forrás, de ha nem úgy van, akkor szia. Nézzük ezt ki fogom nyitni most, megnézzük. Nagyon agresszívan nyomulnak a csontvázak. Szevasz! Steelhammer, hogy vagy, mi a helyzet? Szétbántok itt mindent. És... ha nem kapunk cserébe semmit, menjünk csak ide fel. Szétbántok itt is mindent, szerintem a csontvázakkal kell megküzdeni.
Megkapom a Piece of Power-t. A hatalom egy darabkáját. Jó. Bíkem az még nincs. A csontcsőr, vagyis egy kőcsőr, az hiányzik. Ja, hogyha ezt betolnám. Nem lehet? Nem nagyon. Jött a vihar, olyan sötét lett, mint a este lett volna, bentről csodáltam lezúduló esőt. Közben arra gondoltam, milyen jó találmány ez a home office. Ja, itt is az volt. Fiú vagyok és nem zavar a Szeva. Oké, bocsáss meg. Szia, Szeva. Meg vagyok, köszönöm, megvettem a Steel Risingot, toljuk megy a Minecraft. Az igen. Jó szórakozás kívánok hozzá neked. A szuper csontváz warrior, a Skeletal Night King és egyéb valami. Gyere csak ide. De megütöttél, de az hogy? Is tud ütni, hogy védekezek. És ha bombát hagynék itt neked, akkor mit csinálnál? Haha! Fel lehet venni a fejét? A bombával összezavarod, látod? Au! Nem mindig sikerül összezavarni, de néha igen. Mit kell vajon itt intézni? Hát nem megüt, nézd meg! Hát van ilyen? Szuper agresszív! Lehetséges, hogy át kell rajta szaladnom? Kata, köszönöm, hogy Givernek ajándékoztál egy subgiftet. Nagyon-nagyon hálás vagyok. Nem, így nem lehet. Csak neki szaladsz. Hátulról sem. Valami kell még ide pluszban. Lehet, hogy most kell a bomba rá. Nem. Nem hiszem. De igen, de igen! Most mit fogsz csinálni? Jó, sikerülni fog. Hát ez így innentől kezdve már nem nehéz. Ha tudjuk, hogy a bomba szétveri. Nem tudlak legyőzni! Én leléptem, mondja, és ezzel lelépett. Hát jó, akkor szerintem vele még találkozunk. Nézd, most a bal felső sarokban van ez. Giver, köszönöm, hogy Lord Ferrynek ajándékoztál egy subgiftet. Nagyon rendes vagy, nagyon szépen köszönöm. Kedves tőled. Köszönöm szépen. Nálam valami a dobozban volt. Gyere és szerezd meg, hogyha tudod, mondja a mester. A mester a Skeletal Master. Bombákból kaptunk vissza egy keveset. Várj még mielőtt ide lemennék, nézzük meg, hogy mi van fönt. Ne hagyjunk olyan bejáratlan útvonalakat, mint például ez is. Ezt ki kellene tolnom? Aha, és ezzel megnyitnék egy utat jobbra is balra. Áú, de hülye vagyok. Jobbra is balra is. Ha, na, Jó, erre egy kicsit oda kell figyelni legközelebb. Ez nagyon megtol minket. Hagyd abba ezt, Link! Így, ez az. Jó, ez nyilván el kell, hogy találjon. Hey, katak! Köszönöm szépen, de kedves tőled, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon rendi vagy, köszönöm a 90 bitet neked is. Köszönöm, hogy támogatjátok a csatornát. Nagyon-nagyon hálás vagyok érte. Köszönöm, hogy segítetek valahogy talpon tartani ezt az egészet, amit próbálok csinálni. Nagyon-nagyon hálás vagyok érte nektek. Köszönöm. Mindannyiótoknak nagyon-nagyon hálás vagyok. Nincs itt semmi. Hó, egy titkos járat! Amire véletlenül jöttem rá. Na várjál, mielőtt ott lemennénk. Nézzük át, hogy mit találunk itt fent. Menjünk el mindig arra, amerre el lehet menni, és hogyha
zsákutcába ütközünk, akkor hagyjuk csak abba itt a menetelést. Azt össze kellene csicskítani, hogy meg tudjuk tolni ugye ezeket a piszeket egy kicsit másik irányba. Nézzük, hogy mi van itt lent. Mikor tanultál meg úszni? A mai epizód legelején. Lehet, hogy lemaradtál nám. És mostantól a víz alatt is nyomulhatok. Nagyon menő. Kiugrunk itt, ha sikerül, azaz. Teki katonára egy kevés HP-t visszaszerzünk, és már is megyünk tovább egy ismeretlen hely felé, ami lehet, hogy annak az instának, vagyis annak a szobának a másik oldalára vezet majd. Tuti le, mert melóztam. Szerintem itt nagy ugrásra van szükségem. Azt valahogy ide lehetne húzni, nincs esetleg egy... Jó, várjál. Ez a tizedik dumája. 15 secret seashell, 19 pieces of heart lett meg eddig. És érdekes módon ezeket a tájlokat szereztük meg. Aha, jó, semmi. Bocs. Csak kíváncsi voltam erre a dologra. Menjünk vissza. Items. Nézzük meg a... ezt. Az íjat. Az nem segít. Akkor viszont itt nem tudom, hogy mit kéne használni. És ha ásnék, akkor mi lenne? Semmi. Ez nehéz. Szerintetek nálam van itt, ami ahhoz kell, hogy ezt megoldja? Ezt a puzzle-t? Tudja valaki esetleg? Megvan már az a képességünk? Nem kell a megoldást megmondani, csak hogy meg tudom ezt csinálni a jelenlegi készletemmel. Bár gondolkozom, ez nem ugrik be most semmi, amit itt tehetnénk. Mortuary Assistant-tel mi a helyzet? Még nem lehet befejezni. Nem, majd játszunk vele hétvégén. Hát kajak, nem tudom. Jó, egyébként bizonyos tekintetben persze belefejezve, csak a true ending nincs meg még. Még nem tudod, mondja Leather Taylor. Én is így éreztem, hogy ide még kellene a nagy ugrás képessége. Ja, hát akkor húzzunk visszafelé. De legalább már tudjuk, hogy hol van a titkos lejárat ehhez a részhez, ahol majd lesz még egy kulcs eldugva. Itt balra fent nem tudtunk mit csinálni, úgyhogy megyünk akkor jobbra le. Au, azonnal megcsicskítanak bennünket, nyilván! Mi lenne, ha nem bántana szét minden? Menj már innen, hát nézd meg, hát a világ összes szíve. Így. Jó, persze, ebben az irányba is bántanak. Minden szétbánt. Hú, ezt nem lehet kivédeni, haver. Jó, és ez be is jön ide. Nézd, amikor visszajössz, akkor tudsz ebből az irányból nyomulni. Azta! Azt nem tudom miért. Na jó van, Dink. Jó. De mi? De letolja! Letolja! Nem lehet elbírni vele. Iszonyat, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézni ebben a gémben. Mennyire purcannyál, azaz. Szívecskét, kár, hogy nem kapok vissza. Itt nem tudunk átugrani. Feltételezem. Tehát itt kettőféle képesség is van. Az egyik az, hogy meghúzhassuk azt ott, ami ott van. A másik pedig a nagyugrás képe. Az ott egy lyuk volt. Mindegy, nézzünk körül itt balra is. Nagyon nagy ez az insta mód. Nagyon-nagyon hatalmas. Jó, az akkor bénaság volt, bocsánat. Azt összevertem, visszakaptam egy szívecskét, amit ellopott tőlünk. Kár, hogy többet nem kapunk, de reménykedem azért még itt a lehetőségekben. Most mit akar itt ez? Ja, hogy jöjjek ide ki és verjek el mindent, ami itt van kívül. Aha. Ez a hármas. Ebben a szobában három van. Ebben a szobában négy volt, ebben volt egy, akkor mi a kettő? És miért vannak itt bejelölve a sarkok? Ez az insta térkép? Nem, de hasonlíthatna. Egy kész. És ez mindig megdobál, meg elugrál, meg ilyenek. Egy megvan. Ó, hál' Istennek, már is jobban állok szíveskék számát tekintve. Jó. Nézzük ezt a ládát. Ó, ne, ebben a térkép van benne. Tudod, mi lesz az? Egyesben harcoltál, szóval azt kellett mondanál. Gondolod?
Hogyha megtalálom a kettest, akkor a kette, ez lesz a kettes, itt lesz benne a kettesben. Vagy nem. Vagy itt lesz bent. Aha, ez is, ez inkább. És nézd, ide be is tudnék menni valószínűsíthetően, mert hogy a kiinduló ponttól az intranstől ide nem jöttünk be. Ide nem lehetett átmenni, oda nem tudom, azt meg kell nézni, hogy ide be tudunk-e jutni valahogy. Ide jobbra biztos, hogy be tudnék menni, ez is lehet a kettes szoba. Menjünk oda a kettesre. Ha bombád van, akkor most jelenleg mindened van, mert a skeleton önmagában nem egy nagy ellenfél, nem egy nagy kihívás. Nézzük csak. Szia, cicafül! Jó pihenés neked, remélem jól van már a fogad. Elmegyünk erre is, mert erre sem jártunk még, de azt még előtte kiszedem, hát ha nem szívecskés. Itt bomba van. Kulcs is van. Jó, bombákból hogy állunk? 24. Szerintem még kár lenne felvenni. Ezt nem tudod megtolni egyelőre. Az a baj, most oda be sem tudok menni, ugye? Ez most nem fog nekünk segíteni. Ez mindössze annyi, hogy a bombákat vedd fel, fiam, aztán mehetsz a dolgodra. Aha, és ezt nem is engedi tolni amúgy sem. Meg hogyha egyet tolnál rajta, nem sokat segítene, tehát itt semmi nincs. Ha ezt letolnám, akkor rá tudnék menni nagy nehezen, de... De nem. Szerintem itt még nem tudok nyomulni, ez csak ilyen lát... Milyennek a neve? Tehát, hogy azért csinálták meg így, hogy lássuk, hogy merre kell majd nyomulni a későbbiek során. Szevasz, Axi, jó pihenést, kösz, hogy itt voltál, köszi szépen. Egyőre csak lurk mód van. Nem, majd dolgozzál csak, dolgozzál, az nagyon jó. Dolgozni fontos. Nézzük csak itt meg jobbra, mi van? Ez a kettes számú. És megint megjön a skeleton. Megtaláltál! Te aztán nem semmi kölyök vagy, tudod? Mi az, hogy peszki? Egy idegesítő vagyok neki? Megütött. Tegyünk le neki szerintem ide egy bombát megint. Haha! Meg is kaptad? Te csíra! Szevasz, Magnum Bajusz! Hogy vagy, Mizu? Itt van a harmadik csapás. És szerintem megint meg fog... bosszantó, igen, igen, igen. Legyőztél, úgyhogy elmegyek. Elhúztam, meglógtam, mindent csináltam. Menjünk vissza a hármasba. Hú, ez itt nem néz ki jól, várjál, várjál. A hármas az fenn volt éjszaknak, emlékeim szerint. Igen. Felmenjünk a hármasba, és ott megint megküzdünk vele. Amire szükségünk van, azt mondta, hogy az nála van, úgyhogy... Vissza kell, hogy vegyem. Négyszer kell legyőznünk őt. Mert lehet, hogy nekünk adná a... Au. A nagy ugrás képességet. Az sincs kizárva teljesen. De aztán bosszantó egy kölyök vagy, tudod-e? Mondja, és azzal meghal. Te csíra! Nem tudsz legyőzni, sokkal erősebb vagyok. Au. Azért megcsapott. Na még egyszer! Haha! Ott a harmadik! Szava! Haha! Oké, okay, nem tudtak legyőzni, úgyhogy leléptem. És ezzel lelépett. A négyes számú hely, az szerintem az entrance-től volt itt errefele. Emlékeim szerint, mert innen nem mehetünk oda át. Úgyhogy megszólaltatom az okarinát, amivel a bejárathoz fogok elteleportálni. Visszadom a megbízóknak a levest, ami kavarta. Ilyen nagy a baj. Bombákat kérek vissza. Így, és mehetünk tovább. Piece of power! Szétverjük a mackó démon. De az elektromosság durvább nálam. Na! De mindig nekem jön a hülye fejével. Egy szíveskét azért visszanyertünk. Hát 5 szívem van a 11-ből.
Jó, persze ez is sokkal több már, mint ami az átlag gyereknek megadatik a játékban. Egyszeri gyereknek érted örül, hogyha a három szívecskével végig tudja játszani. Mondjuk azok a durva arcok, akik három szívvel végig is játszák. Na, hát hogy lehet ilyen vadállat egy medve? Hál' Istennek kettő szívecs visszajött. Ha elpusztulnánk, akkor még mindig ott lesz a lehetősége, hogy ne pusztuljunk el. Így né? Mert hogy a Crazy Tracy érintése az még mindig rajtam van, keményen bedörzsölte aztán, azóta most már jobban vagyok. Ezek a csontvázak nagyon-nagyon szörnyek. Nézd meg, megdob és elugrik. Azt a nem jó jel. Dob meg megint, dob meg, ha mersz. Nézd! Nincs neki kurnánja, ő úgy nyomja, visszakézből csapja. Itt a negyedik, az utolsó fight, remélem. Lehet, hogy nem ez az. Lehet, hogy annyiszor... Most már ugrál. Eddig nem ugráltam úgy. Akkor csináljunk egy olyat, hogy elszaladunk előre, jó? Ja, nem, most sem ugrál. Eddig jó. Fog-e ugrani? Nem fog. Meghal. Ennyit rólad! 12-szer kellett megbántanom. Nézd meg, van a mászókötél, vagy mi a franca az. Grappling hook. Hookshot. Aha. Oké, és ezzel most már tudom húzigálni. Voltam 6-kor fogorvosnál, leszették a fogkövem egész nap itani sziasztában. Voltam hiányozni fog, azután miután meleg. Hiányozni fog, azután miután melózok melóba. Mármint, hogy a fogkő. Milyen munkád van, amihez fogkő elvárás lehet? Ilyen öreg alkoholista, statiszta vagy filmekben? Vagy nem tudom. Nem tudok elképzelni sem ilyet. Neftis, már is iszok, köszönöm a kiváltást. Kis iszizés, azt mondja. Már is zajlik, várjál, mert töltök magamnak még egy pohár vizet akkor, ha már ez kiürült. Este van kappa? Minden kappa mögött van egy kis igazság, azt szokták mondani. Én ezért nem is szeretem a kappákat, mert sosem tudom eldönteni, hogy azok, akik írják őket, azok most mire is gondolnak. Most igaznak gondolja, vagy szándékosan hazudik, vagy most úgy van, vagy nem úgy van, de mégis, mert hogy minden kappa mögött van igazság, akkor úgy is van, teljesen kiveszi az értelmet nekem a mondatokból, de azzal vitatkozni, hogy este van, nem nagyon tudnék 22 óra 28 perckor, ez tényleg így lehet. Egy hookshotot kellene beadnunk valahová. Menjünk is itt jobbra. Evil kappák. Dzsungele, vagy nem tudom milyen. Áradata van nálunk a cseten. Örülök, hogy itt vagytok, és tök jó veletek lenni ma este is. Nagyon szépen köszönöm, hogy vagytok a csatornának, és remélem, hogy sokáig fogom még tudni azt, amit csinálok. Itt átmehettünk volna, de inkább úgy döntöttem, hogy leugrok. Jobbra van az út. A hookshot használat lesz az érdemi újdonság szerintem most. Lehet, hogy még a nagy ugrást meg sem fogjuk kapni, de a hookshottal már egy-két dolgot áthidalhatunk majd. Aha! Wow! Aha! Wow! 100 rúpia! Hát ez nagyon király! Wow! És akkor ott most hová vezettek be minket? Mert emlékeim szerint itt is volt valami. Emlékeztek rá? Itt, jobbra. Ja, ez a bejárat. Nem mondtam már teljesen, amit írtam, úgymond semmit tevés fog hiányozni. Áááá! Hát azt mondjuk meg tudom érteni. Azt meg tudom érteni. Én is azt hittem, tudod, hogyha így full-time streamerkednék, akkor unatkoznék. Hát mindent csinálok, csak rohadtul nem tudok unatkozni egyszerűen. Már néha azon gondolkozom, hogy kéne egy-két nap szünetet tartani, de áh! Esélytelen! Minden alkalommal, amikor az ember nem streamel, akkor így eszedbe juthat, hogy na jó, hát akkor streamel helyetted majd más. A nézők majd mennek máshová, és azt... Hát...
nem mindig szívesen veszi az ember, vagy hogy mondjam. Itt vagyunk az egyesnél. És ott megszereztem mindent, ami alul volt eddig. Érdekes, hogy nem mentünk el balra itt az előző részen, nem? De mi volt az, ami blokkolt minket? Semmi, csak megint nem mentem ide be. De ne csináld. Hát ide simán bemeltem volna. Ja nem, itt mégiscsak volt valami turpisság, figyelj. Aha, méghozzá az, hogy lezárják az utakat a... Nem, itt még nem voltam. Csak hasonlít az egyik teremre. Jó, egy megvan. Kettő megvan. Oké, okay, és most fölfelé és balra is van út. Hát én balra megyek először, mert balra van a láda. Oké, csak egy van. Jaj, belőletek sincsen sok, ami azt illeti. Ez sokkal jobban ment, mint vártam volna. Ez mi? Egy random láda leszpónolt. Küldeném a családomnak és egyetlenévőknek. Mondta közben Nefis a feltétlen szeretetet. Imádlak ám titeket nagyon. Rohadt unalmasak lennének az éjszakáim nélkületek. Azt sem tudnám, hogy mi a fenét csináljak. Mehetnék a Morizonsba. Csajozni meg ilyen hülyeségeket. Fúj. Állj már le rólam. Fúj, de agresszívak. Most van elég nyilam? Van. De miért adnak nekünk itt nyilat? Azt akarják, hogy lőjek valamit szét, nézd. Uaszta! Wow! Ez nagyon menő volt, hogy kinyitottuk. Tündérke. Na, mivel nem kaptam választ. Jöhet. Benézzünk máshová, amikor testrém lesz, úgy is itt leszünk. Mi? Nem arról van szó, félreértettem, amit írtam. Balra van tehát egy lezárt járat, és nekem itt át kéne tudnom valahogy menni. De... Haha! Haha! Au! Mindenképpen fogsz itt veszíteni, ugye? Igen. Jó, nem baj, megcsináltam. És nem nyílt ki? Vagy ha nem nyílt ki az... Na hát... Várjál? Nem? Nem? Júj. Megvan. És ott van benne az ezüst kulcs, amire mindenki vágyott. Annyira királyek ezek a kis insták, és annyi kreativitás van bennük. Arra lennék kíváncsi, tudod, hogy az ilyen kreátor módban milyenek voltak a legdurvább insták, amiket összepakoltak eddig a játékosok. Biztos vagyok benne, hogy csináltak olyanokat, hogy a fejedet fognád. Mire rájönnél, de lehet, hogy nem tudnák túlszárnyalni a készítőket. Lehet, hogy azért így nézek ki az insták, mert ezek a lehető legjobbak. A fene sem tudja megmondani. Felveszünk a szíve... Na, nem szívecskéket, hanem a nyilvesszőket. De hogy... Miért jöttem itt vissza? Ja, mert hogy itt nem tudtam volna, oké. Okay. Hát akkor ez most sebezni fog. Azt hiszem leestem. De így jó volt, jól jött ki a végére. Ez bezáródik, ott átmész a másik oldalon. Mi lesz az, ami ezt kinyitja? Nem lehet, hogy ezt meg kell lőnöm? Nem. Menjünk itt át, nézzük meg. Ez nagyon agresszívan támad. Itt hogy mész át? Úgyhogy van nálam egy kulcs. Itt nem bántanak, de nem baj. Itt le lehet jönni. Oké, értem már. Mindent értek, menjünk erre. Ó, aszta! Milyen rákok vagytok ti? És most mosítja ki a szemét a támadás után. Wow! Ez kemény. Hookshottal. Az mi? Mit csinál? Ezek parák, ezek a lények, most nem azért. Aha, hookshottal lehet. A hookshottal jól agyonverheted. Igen, meg lesz az első. Még jó, hogy az új eszköz segített.
Nem tudom hányszor ütöttem meg, de egészen sokszor talán. Ez megint rám jön. Aha, ez fáj is ilyenkor. Szemben lőtted? Kicsit ilyen poreszos dolog ez, de nem baj. Na, meg is van az első, gyerünk! A második is ránk startol. Hiszen a sebességgel faltól falig megy a rák. Aki kielhetné a saját belét, ott is van. Na, még egyet. Majdnem. Itt a boss fight zenék. Ott lesz. Meg is vagytok! Ha-ha! Mindenkit legyőzünk! És visszakaptam a HP-mat is. Megvan a teleportációs készülék. Jövünk jobbra. Milyen jó, hogy itt már nem találhat el minket ez a felső gonosz hatalom. De most, hogy ezeket összetörtem, nem kellene, hogy... hogy ezeket feltoljam ide, ahol most vagyok. Én gyanítom, hogy de. Hogy valami ott lesz még valami kitaláció. Ezzel oda szívhatod magad? Nem. Ó! Oh. Aha! Az ott fent azt jelzi, hogy oda beakad a nyilvessződdel, jó? Na! Ne ilyen agresszívan, de beleáll, nézd meg! Hát ez rohadt jó ez a játék, komolyan mondom. Iszonyat kreativitás van ebben, és én nem is értem, hogy a Nintendo-nál ezt hogy csinálják amúgy. Oké, hát ez így nem működik majd, ezt pedig hiába talod odébb. Ezt nem fogod tudni megcsinálni. Akkor amíg nem találunk kulcsot, addig errefelé nem mehetünk keresztül. Hová vitt ez ki? Bocs, nézzük meg a térképet. Mhm. Itt lesz a főbossz. Jó, azért még van itt mit tenni. Van azért még itt egy néhány szoba eldugva. De leginkább ezek a ládák, amik itt volnának, ezek izgatják most az én fantáziámat. Lehet, hogy vissza kéne mennem a start mezőre, és utána másik irányokba elmenni, mert hogy itt nem mehetünk tovább, most az fix. Ez a lejárat, ez nem ide visz minket át, ez valami másik csalás lesz. Ez valami titkos szoba volt? Vagy nem is tudom, hogy jutottam ide be. Valami, lehet, hogy innen. Nézzük meg. Ne menjünk a lábunkon visszafele, mert rohadt hosszú idő lenne, hanem menjünk az entrancehez vissza. Tök cukkerre, hogy így nyomja. Arra vagyok kíváncsi, hogy a másik dal az mit csinál majd? Lehet, hogy a másik dallal a Windfish balladájával majd valami más dolgot tudok csinálni a játékban? Tökre elképzelhető, hogy a befejezéshez szükséges lesz majd. Haha, hogy legyőztük már a varázsdémont. Jó, és hogyha itt erre mész, erre volt az az út, nem? Itt volt valami erre, ugye? Na, de rám ugrik! Amúgy még nem is találtuk meg a kampócsőrnek a végét. Tudjátok, melyikre gondolok? A csőrét annak a kőszobornak. Hát csak eltalál, menjünk ide jobbra. Szerintem ez lesz az átvezető út. Szerintem ennek kell lennie. Én nem is emlékszem, hogy ide bejöttem volna, ahol a halak ugráltak. Ez nagyon Super Mario. Nagyon Super Mario volt. Nem én, de nem jöttem még be szerintem. És így, hogy legyőzted mind a kettőt, most mi van? Abban maradt a harc. Többé nem bánt minket semmi sem. Ott egy civecs. Aha, hát az nagyon jó. Hát az aztán, az felment oda. 881 rúpiával menjünk tovább. Meg még kettővel. Itt semmi nem maradt ebben a szobában. Szerintem ismeretlen helyre jöttem be. Legyőztem kettőt, megvan a három. Kinyílt az ajtó. Ide nem tudom berakni a csört, mert nincs. De nálam van. Megtaláltam már. Azt mondja, hogy merülj alá, ahol a... torchlight-ok, ahol a fáklyák sugarai kereszteződnek. Merülj alá, ahol a fáklyák... Szerintem ez az lesz, ahol... amit az előbb találtunk meg. Jaj, nem mondod, hogy most meg itt vagyok.
Hó, ne csináld! Jó, értem. Tehát egy darab kulcsra van szükségünk, hogy tovább mehessünk, és egy darab lezárt ajtó van az egész instában. A maradék rész, az valószínűleg rúpiák és egyebek lesznek. Ezt még megcsináljuk ma este. Addig nem állok innen fel, amíg nem csinálom meg a második instát ma este. Az elmúlt epizódban amúgy is kimaradt a hangszer szerzés, most így tök király, hogy megvan már a negyedik, és meg lesz az ötödik is még ebben a mai epizódban. Szépen haladunk! Merülj alá, ahol a torch light-o fények rosszolódik. Itt át sem tudsz most menni. De hogy nem? Haha, persze. De arra fele nem enged elmenni viszont. Itt van egy teleportációs készülék. Ott nézzünk be, az milyen lejárat, ami itt van. Oh, fuck me, hát nem innen jöttem. Bocsánat, néha béna vagyok egy picit. És ha ide bemész. Jó, ezeket legyőztük. És? Hogyha most elmegyek balra, ott nem menne semmi. A jobb felső sarkot keresem. Sarkokat. Hogyha elmegyek ott felfele, akkor meg csak átmegyünk arra, amerre jártam. Fú, de bonyolult ez. Azt a nem jó járt. Majdnem rácsapott a kis izémre, pömpölőmre. Aha, rá is csapott egyet. Ah! Szuper agresszív csontváz démonok. Csak itt nálunk a teachpertv.hu mókáson, hát nem bírunk tőlük haladni. És ráadásul erre én már voltam egyszer. Nem adtok szívecskéket esetleg? Nem. Itt mi van? Hogyha nem tudsz elpusztítani egy skeletont a kardoddal, próbáld egy bombával. Aha, tehát ez megadta a tippet, hogy hogyan győzzük le a bengát. Pömpölő. Az miért olyan... Miért olyan nagy dolog volt? Kollégáidnak körbe mutogattad? A pömpölőről van szó még mindig? Azt a mindenit, és nem volt izé munkai zaklatás feeling? Itt én nem megyek végig még egyszer, mert ugyanott leszek. Aha, és akkor itt kellett megviccelnünk. Emlékszem. Emlékszem mindenre. Ha kitolod jobbra, akkor nem tolod ki jobbra. Ez most akkor bejön? Hát az viszont... Az bejött, de milyen dodge készlettel sikerült teljesíteni ezt a kihívást? Várjál, hogyha ott felmennél, akkor ott leúszhatnánk most, és most már ott be tudnék menni. Jó, most több dolgot fogok egyszerre csinálni. Figyeljétek meg, milyen multiplayerbe küldöm a játékot. Kétszer megütnek, de engem nem érdekel. Úgy leúszom, mintha egész életemben erre az úszásra készültem volna. Mehet. Szerintem itt van a Torch Knight-ok flémjének crossozása, ha beszélitek a magyart. Beküldtem a menkév csoportba. Mi? What? Ti mikről beszélgettek? Legendákos klipper röhögtél? Hát az korábban is lehetett volna vágni amúgy, én azt figyeltem, hogy... Kicsit már a dolgok közepébe vágtatok bele, pedig előtte még lett volna fontos történés. Megvan! A Nightmare Key! Viszont szükségem van egy másik kulcsra ahhoz, hogy oda eljuthassak, ez baj. Mert az utam a tája egy szürke kulcsos hely, vagy ez is kulcsos hely is. Láda is. Így erősebb? Á. Nem lehet gyors úszni amúgy ebben a gameben? Mindig olyan kis szütyörgős. Úgy, ahogy én úsznék egyébként IRL. Úgy úszom, hallod, hogy néha az életemért könyörgöm a vízhez. A vizek isteneihez. Nem is tudják eldönteni, hogy most úszik, vagy éppen megfullad. Tehát akkor, hogyha ide akarnék bemenni a másik oldalra, jó. Akkor lentről megyünk. Újra vághatom gyorsan, és akkor az most 2.0-ás. A 2.0-ás legendákós. Ne bántsatok már, légy szívi, hát nem... Látjátok, hogy milyen démonokkal küzdök? Hát egész életem egy küzdelem. Hát most miért kellett még rám verni kettőt? Most lehet felmenni itt, ez lesz a jó. Jó, persze, bántsál meg. Jó, shield sem vén. Ajj, a levegőben sincs semmi, ami meg... Na jó. Ami megvédene engem a támadásoktól. Vedd fel ezt. És dobd le az arcát vele, ez nagyon gonosz lény volt. Ezt vidd el és dobd meg. Mi van, csicska, kaptad? Most jól megetettük karddal. Na most nézzétek meg. Na ilyen még nem volt.
kijátszottuk a rendszert. Megtaláltuk a... a rúfiát, köszi. Hát csak erre volt szükségem. Menjünk vissza. Lentről is érdekes lenne ide jönni, hiszen ott is van még egy láda. Ez a másik oldalt veszi majd, aha. Célozza majd meg. Szerintem innen nézek, ide ugrasz. Tökéletes haver. Meg kell lenni az ezüst, nem az ezüst kulcs van benne. Újabb rúpiák hype. Hát egy kicsit most nem annyira örülök neki, ott még lesz egy kulcs. Ez 20 leples. Ezt kapd el, ez a három szívecske kelleni fog. És most, hogy itt vagyok, végre megtaláltuk az instát befejező ajtónyitó apparátot. Hú, hát jó hosszadalmas volt, nem mondom. Tényleg hosszadalmas volt ez az insta, de szerintem megérte végigcsinálni. Több szempontból is vicces volt, én legalábbis jól szórakoztam. Mostantól kezdve legyőzhetetlenek, megállíthatatlanok, és mindenek is vagyunk. Még az ajándéknak se örülsz? De örülök, csak már nincs mire költeni a játékban. Úgy vettem észre, hogy túl sok pénzt farmoltunk benne össze. Hol kellett átmenni oda? Várjál csak. Mindjárt rájövök, hogy hol mentünk oda át. Ha itt lejössz és elmész jobbra, akkor ott mi van? Semmi, ott a kettes számú szoba volt. Ezt ki lehet innen tolni? Nem. Az baj. Próbálkozzunk meg úgy, hogy bemegyek ide. Visszajövök. Amíg az ott bent van, addig én tolok egyet. Jó, jó, lehet menni, ez az. Oké, 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 kitalál... Hey! Hey! Mi ez te? Hát nem mindenhonnan rám támadnak. Ott egy bomba. Kettő, szívecs. És hogyha itt most lemész, akkor hova jutsz ki? Egy A betű kimaradt a parancsból. Remélem, hogy ott fogok kijönni, ahol gondolom. Mindjárt kiderítem. Szuper halak úgy úszkálnak, ugrálnak, mindent csinálnak. Kicsit veszélyes a szituáció. Kettő. Ott is van egy. Jó, megvan mind a három. És itt akarjuk dive-olni, ahol keresztbe mennek ezek az őrületes lángcsóvák. Nem hiszem, hogy ide gondolta. Szerintem ott kellett leúsznom, ahol az előbb mutatta, hogy mi van. Haha, micsoda támadások! 20 tikit a maximum, és a régi XCOM-ok szerepelnek benne. Így van, a régi XCOM-ok, az összes is. Au, menj oda be! Menjünk ki, most nyugalom lesz, így mehetünk tovább. Innen menjünk balra, nyissuk ki az ajtót, és most küzdjünk meg az Insta főbosszával, aki mögött meg lesz az ötödik legendás hangszer, ami arra kell, hogy fel tudjuk ébreszteni a Windfish-t. Persze, még kell három ezen kívül, de nem baj. Szóval kívülálló vagy, és mit mondod? Kihihi, megeszlek, mondja a valaki. Ajaj. Jaj, ne! Úristen, milyen bunkós a vége. That's what she said. Oda néz. Slime eel. Gondolom, hogy az új fegyveremet használnom kell. Úgy nem megy. De miért van ilyen női nemi szerv szája? Vagy ez nem ilyen irányokban nyílik? Elnézést. Nagyon gyanús nekem. Az egy buzogány? Hát az, az. Nem tudod eltalálni. Megbáncsolod bunkót a végén? Haj! Na-na! Hogy kirántottam amúgy? Wow! Úristen, veri bunkós a vége. Pontosan? Ilyen, meg, hogy most itt rossz irányban van. A Complete Edition az azt jelenti, hogy 5 darab rész van benne. Ajaj, most kijött. Most nagyon kijött. 5 darab rész van benne, a legrégebbi részek, tehát nem az újak. Most felrobban? Van benne ilyen micsoda RPG-szerű valami taktikai őrület, real-time stratégia, emlékeim szerint legalábbis. Nagyon nehéz itt lefele húzni. Fölfelé szeretném húzogatni, de hát ez így nagyon nem működik. Ezt már megtanulhattam volna még fiatalabb koromban. Ugyanott jön ki? Nem, nálam! Jó, ne bántsatok, léci, nagyon béna vagyok, tudom. Most aztán kijött. 6, 7, 8, nem. Még kettő ütés kell, hogy 15 benne legyen szerintem.
Engem nem fogtok itt palira venni, meg ilyen hülyeségek. Várjál, mögöttem jön ki? Nem, balra. Ilyenkor el sem tudod találni. Itt jöjjön ki, és akkor vége lesz a világának, az fix. Nézd meg. Ha-ha! Egy, kettő. Úgy tűnik, hogy nem tudod, hogy milyen sziget ez. Micsoda a hülye, hi-hi-hi, mondja. És ezzel felrobbannak a farkai. Meg a feje is. Legyőztük, legyőztük. Azt hittem, hogy ez még csak a bemelegítés volt. Wow. Oké, ez nagyon tetszett. Nagyon menő. Megvan a tizen, szerintem kettedik szívecskénk is. És ezzel megtaláltuk a legendás xilofont. Ez egy marimba. A szél marimba. Nice. Menő. Na, hát ma is nagyon-nagyon szépen haladtunk a játékban. Azt mondja, hogy szentély. Most az északi szentély kell majd. A sziget titka bent van a szentélyben. A délit azt már megtudtuk. Azt mondták, hogy ez az egész sziget a Windfishnek az álma. Ha felébred, elképzelhető, hogy az álom is megszűnik létezni. De erre a huhogány azt mondta, hogy ne higgyünk el mindent, lehetséges, hogy azért nem teljesen úgy van az. Ez eddig is ilyen volt itt az áthúzó rész? Hát eddig jutottunk el a mai epizódban, legközelebb szerintem jövő héten kedden fogunk ezzel a játékkal játszani. Én már most hiányolom. Én már most, nem tudom, én játszanék tovább. Csak félek, hogy túl hamar vége lesz. Nagyon jó az a game. Érdekes cuccok vannak az Zelda sorozatban? Igen, a Windmakerben, ami az a tárgy, a karmester pálca, ami szeret tud generálni. Mi? A Windmaker az micsoda? Az egy Zelda játék? Bocsánat, hogy ilyen buta és tudatlan vagyok. Itt jobbra. A szentélybe kell elmennünk, ez lesz az, ahol szerintem nekem haladnom kell. Jó, keressünk egy teleportot és helyezkedjünk el azon a részen. Jaj, ne, kijött a tűzokádó sárkány. Ne, most csak a bomba. Minden megbánt. Jézus! Nézd meg a dildoid! A dildo is keményen belém állt. Na, menjünk oda. Szerintem valamerre erről kellene... Vagy innen lentről? Ja, innen lentről. Az Animal Village-be, ahol a cicák és a kutyák éneklik el a dallamokat. Figyeljétek! Mindjárt. Mindjárt. Na? És tényleg. És a cicák. És a kutyák újra. És a cicák megint. Imádom ennek a játéknak a zenét, hát akkora vadállatok. Az állatok falvában állatok énekelnek nekünk. Itt szerintem már nem is lesz amúgy más, amit csinálni kell. Innen megyünk tehát tovább, ide eljövünk éjszakra. Reményeim szerint itt át fogunk tudni jönni, és ha minden jól megy, akkor itt találunk majd egy lejutási lehetőséget. Hogyha nem, akkor az viszont problémát jelent, akkor más utakat kell majd találnunk. Ez volt a déli szentély szerintem, és akkor ezen felül lesz majd egy északi is. Az északit én úgy sejtem, hogy itt lesz fent ezen a területen, és ez rejti majd magában a szigetnek a titkát. Itt egyébként nézd csak, itt van fent egy nagy... Ez lehet, hogy insta lesz majd? Érdekes, egy nagy világító torony van a sziget északi sarkában, észak-keleti sarkában. A észak-nyugatiban pedig egy insta lesz, ez szerintem ez az utolsó, ez a sárkányos. Jaj, nagyon jó ez a játék. Nagyon jól lehet vele szórakozni, szerintem nagyon kikapcsolja az embert. Mégis megforgatja azért a kis agytekervényeidet, de abszolút csodálatra méltó, amit ebben is összeraktak. Nyomunk egy mentést, hiszen megcsináltuk a mai epizódban kettő darab hangszernek is az összegyűjtését. Az egyik az a hárfa volt, a másik pedig a marimba. Ezen kívül van még ugye egy ilyen kis kagylókűrt, egy csengettyű, vagy kolomb, illetve a... violin, hegedű is. Na igen.
Megvan az összes eszközünk, hogyha jól látom egyébként. A kard, a shield, azt nem tudom, hogy micsoda ott a bal oldalon, az, hogy ruha van rajtad. A zöld tunika. Aha. Igen, a kedvenc ruhád, amiben partra mosott téged a víz. Megvan ez a nagy erőt képviselő gyűrű, amivel fel tudjuk emelni a tárgyakat. Ez az úszást segíti, ez az ugrást. Mi van még? A titkos medicine? Ez a titkos gyógyszer. Igen, igen. Ez, ami újraélesztet téged, hogyha meghalnál. Ez a God's Letter. Jaj, tényleg Mr. Wright-nak el kell vinnünk a Christine levelét. Azt mondták, hogy a Mysterious Forest-nek a... Tehát itt lakik valahol. Itt fog lakni. Jó, ide is el kell mennünk akkor. Majd el ne felejtsük, mert ez egy mellékküldi a játékban, amit én meg szeretnék még csinálni. Klassz volt a stream, köszi. Ez csak Switch-re van kiadva? Kamikikoza... Nem tudom sajna megmondani. Én úgy tudom, hogy ez egy Switch játék, de... Ez egy... Előzőleg volt nagyon régen Game Boy-on, tehát még az első Game Boy-on, aztán volt Game Boy Color-on, és ez annak lett a remake-e Switch-re. Szerintem igen. De elképzelhető, hogy előtte is volt, csak nem hiszem. Szerintem 80% hogy a Switch-re csinálták meg. Mert hogy ez egy feldolgozása. És képzeld el, hogy közel 100%-ban megegyezik a játék a régi Gameboy-os verzióval. Tehát, hogy ezt úgy újították fel, hogy grafikai felújítást kapott, meg mondjuk annyi, hogy két tárgyat tudsz viselni magadon, mert régen azt hiszem, hogy csak egyet lehetett egyszerre, tehát mindig váltogatni kellett, hogy most ugrani akarsz, most mit tudom én, bombát akarsz letenni, most már kettőt tudsz kiosztani, de ezen felül 100%-ban megegyezik, közel 100%-ban. Ami egy nagyon nagy dolog szerintem, hogy a Nintendo ennyire nagy figyelmet fordít arra, hogy megőrizze azokat a régi értékeit, amik miatt imádtuk gyerekkorunkban ezeket. Én nem játszottam még Zelda játékkal, ez nekem az első alkalmam, és nagyon tetszik. Szuper élmény az egész. Úgyhogy, hát na, de én az összes Nintendo játékért rajongok, tehát a Máriók, amiket eddig játszottunk, azok is csodálatosak voltak. Arra leszek kíváncsi majd, hogy a Metroid Dread az hogy tetszik nekem, mert a régi Metroid Dreadek azért annyira ma már nem mozgatják a fantáziámat, lehet, hogy az annyira nem fog majd érdekelni, mint amennyire titeket érdekelt, mert sokaknak a nagy kedvence lett a harmadik rész. Megnéztük ezeket a Switch-es Super Nintendo-s őrületeket itt tehát a Super Nintendo keretein belül lehet játszani a régi Metroidokkal, és akkor belenéztünk egy-kettőbe, de az engem azért annyira nem ragadott magával. Az új Zelda játékra leszek én kíváncsi. Figyelj, hát grafikai előrelépésre nem kell számítani szerintem, hiszen a Switch már így is csoda, hogy a Zeldát bírja meghajtani. És látván egyébként így, hogy már nekem is van egy Switch-em, már látom azért a korlátait az eszköznek, és hát az is csoda egyáltalán tényleg, hogy a Breath of the Wild az úgy megy, ahogy. Ocarina of Time-ot játszottam végig Gameboy-on. Az nagyon menő lehetett, nekem nem volt gyerekkoromban. Majd a új Zelda játékhoz, meg ugye a Breath of the Wild-nak a folytatása lesz, és azt hiszem, hogy jövő év talán február-márciusra írták ki. Úgyhogy lesznek játékaink. Addig én még szeretnék egy N64-es Super Mario-t végigjátszani, de lehet, hogy belenézhetnénk a Galaxy-ba is akár, mert állítólag, hogy ez marhára nagyon jó lett. Jön az Octopath Traveler-nek a második része is, hogyha jól láttam. Mario Kart-ban is volt valami újítás, most a Mario plus Rabbids-nek is jön az új része. Lesznek itt játékok, amiket nyomunk. Lehet, hogy a következő az a Rabbids végigjátszásunk lesz, ami egészen egy ilyen XCOM-os élményt fog majd nyújtani nekünk. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt a mai stream alatt. Ne menjetek nagyon messzire, egy 10 perc szünetet követően megyünk, és a Green Hell-nek a dzsungelében fogunk elmerülni. Felpajó emlékszem, na igen. Egy pillés jövök.